Tehát ugye arról szól, hogy igazából mi történt az előző adásokban, illetve az előző részek tartalmából. Ugye nem vagyunk a bukott erődbe, ahol már azért elég régóta keresgetjük igazából a, egyrészt a sárkányt, amit meg is találtunk, ugye ez még talán a két héttel ezelőtti sztori volt, ahol a Dávid kicsit megfagyott, a kis cicánk, de alapvetően utána tovább mentünk, és szerencsére elkerültük a goblin kolóniát, tehát nem kellett riadóztatni, úgyhogy megtaláltuk igazából a főnököt, egy jó nagy darab goblint, meg két hobgoblin. Hobgoblin volt a főnök. Így van, így van. Dur, azt hiszem úgy hívták. Valami dur, dur. Dur, páncél, páncélja volt a rohadtnak, és valami 26-os takója legalább, mert nem lehet, vagy acélja, mert nem lehetett eltalálni ezt a rohadtat. Nehéz volt, de megküzdöttünk vele. Aztán a végén azért egy picit én is kaptam egy... Ja, egy térdelés volt nálad. Pedig milyen szépen halad, Buci fogta magát, elkapta a torkát, Xallir, és majdnem ledobta egyébként. Csak szuper ügyes volt. Ja, fog meg a... Leugrott, igen. Igen, izgalomba jött a dur tőle, és azért egyből kicsúszott a kezéből. Viszont utána pedig lemásztunk egy ilyen mély járatba, ilyen indákon másztunk le. Ahol nagyon para dolgok voltak. Kapáló holtak voltak ott egyébként, és mondtam is a karakterem, hogy le kell fordítani a Holtak kertje című romantikus musicalt, mert gyakorlatilag kertészkedtek ott zombik. Elég furcsa volt. Találtunk egy alkimista labort is. Ott volt megint két ilyen bebordított ilyen srác, őket inkább ott hagytuk, hogyha jól emlékszem. És találtunk egy raktárat, találtunk még nagyon sok ilyen kínzókamrát, ahol holttestek voltak. Tényleg, ott be is behányt mindenki, majdnem mindenki behányt. Jó, de nem, természetes 20-asra azt mondtad, hogy... Én nem, hallod, én végig nyaltam őket, és... Ez még... Olyan az íze, mint a mamabidének. És végül egyébként találtunk egy ilyen összegömbölött sárkány szobrot, ami előtt pedig különböző, hát ilyen kis gömböket, négy gömböt. És jelen pillanatban ott tartunk, hogy abból a négy próbából, vagy a négy dologból már hármat meg is csináltunk. A legvégén, persze, a legvégén az Isten, mondd, hogy valami hülyeség volt. Nem, is van valami. Pondró lett volna, és akkor... PRND, azt hiszem valami ilyesmi, nagyon durva volt. Úgy volt, hogy voltak ezek a gömbök, és ilyen négy részről körbevették a szobrot. És úgy volt, hogyha hozzáért Xallir az egyikhez, akkor kijött belőle egy ilyen füst, és az elsőnél elteleportáltunk, akkor volt ez, hogy végtelen szobában. Így végtelen szobában voltunk, középen volt azt hiszem egy serleg, így van, és azon volt egy idézet, és az volt a lényeg, hogy sikerült megoldani, hogy a vérünket kellett adnunk. Így van, a legszebb vajazó késsel Xallir megvágta magát, és belefolyatta a vérét, és ezzel az első próbát kiálltuk. A másodikban rettentő ostobák voltunk, de segítettetek nekünk, hiszen az adásoknál most már vannak olyan adások, ahol a Patreonok be tudnak segíteni nekünk, hogyha valahol elakadunk, és itt pont Patreon segítség volt. Volt egy találós kérdés, aminek az volt a válasza, pontosabban a megoldás, hogy koporsó. És mi is volt ez, hogy a készítőjének nem kell, a vevője nem szereti, de a használója meg nem... Mert nem tudja élvezni. Nem élvezni, koporsó volt. Aztán utána volt még egy ilyen betű kirakós, vagy legalábbis egy ilyen kis szintén rejtvény, aztán végül azt is az utolsó utáni pillanatban megfejtettük, és várjuk igazából. Most lesz a legkeményebb, mert most jön az utolsó, érted, és most már ti se vagytok itt nekünk Patreonok, hogy segítsetek, igen, szóval. Igen. Fájdalom lesz, meg könnyek, meg dolgok, meg egy 8 órás adás, amiből 7 órán keresztül egyébként az egy dolgot próbáljuk megoldani. Tanatosz meg közben, így, mint hogyha hegedülne, vágja fel az erejét így. De minden rendben lesz. Én hiszek benne. Tartsatok velünk! A részre is most. Köszöntünk ismételten mindenkit, itt vagyunk a Taverna negyedik részének a felvételén, ugyanis ez élőben nem fog lemenni, csak és kizárólag ilyen Patreon exkluzív tartalomként, akik most így csütörtökön néznek minket a Patreon támogatói oldalon, nekik amúgy is köszönjük szépen a támogatást, de erre majd még visszatérünk. A lényeg az, hogy ezt az adást augusztus 20-án a tűzijáték előtt, alatt, után fogjátok tudni nézni, és legközelebb élőben augusztus 27-én jelentkezünk, majd arról még esetleg találhatunk majd információt, hogy lehet-e velünk együtt nézni, vagy a cseten leszünk ott, vagy bejelentkezünk majd élőben, ilyesmi, de ami biztos, hogy
boldog állam alapítás ünnepét, de szerintem nem ezt írtam fel a papíromra. A lényeg az, hogy én jó magam kis Tanatosz Tamás vagyok, én vagyok a kalandmester a tavernában, velem van viszont három fantasztikus játékos kalandor társam. Paplovag, azaz Alex, középen itt van. Dávid, azaz Trisz. És itt van a sárkányunk is, Xalir, azaz Buci a bal szélen. Így van, folytatódik a kalandozás, kérem tisztelettel. De még mielőtt elkezdjük az egészet, szeretnénk megköszönni mindenkinek tényleg a visszajelzéseket, a támogatásokat, még mindig hatalmas az érdeklődés a taverna irányába, mi is igyekszünk folyamatosan fejlődni, és megköszönjük nektek azt, hogy az aranytalérnak köszönhetően összegyűjt nekünk egy dobóvászonra, itt a dobóvászon már is mutatjuk nektek a kamerán, fantasztikus, érzitek milyen jó az anyag. Oh, Istenem, te is. Megőr, kocka akarsz lenni te is, egyszerűen. Isteni, isteni, fantasztikus anyag, köszönjük szépen, ez miattatok, miattatok lehet itt csak és kizárólag. És majd újabb aranytalér célunk van, de erről nem én fogok beszélni, hanem Dávid. Sziasztok! Az a lényeg, hogy ugye szépen, ahogy Tana mondta, elértük a célt, és köszönjük szépen, van új célunk, amit láttok is, ismételten a szokásos helyen, egy csodálatos cégére gyűjtünk, illetve az a nagyon fontos, igen, amit majdnem elfelejtettem, hogy az adás alatt, mivel hogy most ez csak ilyen félig élő, tehát 20-a van, de közben nem is 20-a van, nem fog frissülni. Attól függetlenül támogathattok a szokásos módon, tudjátok, extension, backup, megjelennek a ládák, rákattint, százassával bevált, de nem fog frissülni az adás alatt, viszont a 27-ig adás alatt egyből az lesz az első dolgunk, hogy frissítjük, úgyhogy a támogatásotok nem megy kárba. Donation ugyanúgy hozzáírodik, Patreon ugyanúgy hozzáíródik a szokásos módon, úgyhogy előre is köszi szépen nektek, meg utólag is köszi szépen nektek, elég királyság ez a cucc. Mink van még Discordunk? Discordunk is van, hogyha legörgettek itt a Twitch paneleknél, akkor ott egyébként rá tudtok kattintani a linkre, vagy csak keressétek a tavernát a Discordon. Nagyon-nagyon jó kis hely, én azt gondolom, hogy van lehetőség jóformán mindenre, fórumos szerepjátékra, parti keresőre, csak egyszerűen beszélgetni a srácokkal, a lányokkal, akik éppen fent vannak. Én azt látom, ahogy így fönn szoktam néha járkálni a Discordra, hogy nagyon aktív a társaság, és ennek kifejezetten örülök. Van 2-3 olyan szoba, ami folyamatosan pörög, és már jó 250-nél is többen vagyunk fönt, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokan vagyunk. Keressetek embereket, játszatok, akár fórumon, akár közben élőben, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis lehetőség, gyertek Discordra. És fent van a papinak a kesztyűje, mint barátság. Igen, komolyan. Igen, igen. Nem, ilyen vicces tartalmak is, amúgy meg mémek is föl szoktak oda kerülni. Így van, a fanartokat mindenféleképpen várjuk, és hogyha már művészet, akkor gyorsan meg szeretnénk köszönni ismételten Kitrának azt, hogy hát a megálmodott karaktereket papírvászonra digitálisan oda rajzolta nekünk, felkiált, hogy el Design, azaz design parancsal eliritek az ő Facebook oldalát, bátran ajánljuk amúgy mindenkinek az ő munkásságát is. Vagány, nagyon megspeedáltok is jönnek amúgy ilyen a YouTube csatornánkra, amit kövessetek be Facebookon is, lájkoljatok minket, Instagramon is, mindenhol kövessetek minket, de... Csak az utcán ne. Csak az utcán lehet nyugodtan. Csak az utcán. Én amúgy is nagyon magányos vagyok, hogy gyertek fel, megkérlek egy kávére, titokért. Igen. Cice simogatóba. Abszolút. Viszont még egy nagy köszönet csomagra tartozunk bizonyos embereknek. Méghozzá a Patreonjainknak, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. A Patreonok mind a mellett egyébként, hogy szuper jól társaság és segíti építeni nekünk gyakorlatilag a tavernát. Most már van extra szerepük, extra segítséget tudnak nyújtani. Van beleszórások a kalandokba, és ez az utolsó részben egyébként kamatoztatták is, hiszen volt egy olyan része, ahol elakadtunk igazából, és koporsóba tettük magunkat, mondhatni. De a Patreonok kihúztak minket a csávából, szóval hogyha Patreonok vagytok mind a mellett, hogy nagyon szépen köszönjük a támogatást, részesei vagytok az adásnak és a tavernának az építésébe. Köszönjük, skacok! És már valami 30-an vagyunk. Igen, 30-an. Nagyon, nagyon, nagyon. Meneterünk, ha a Patreon sereg lesz.
Így van, és név szerint is ugye az 5 dollár fölöttieket, illetve az 5 dollárosokat és a fölöttieket be fogjuk olvasni, de nem most, nem 27-én, mert kicsit nem éreztük volna fairnek, hogy most így 3 nap után beolvassuk majd a többieket. Szóval majd az élőadásban, hiszen az élőadásban említjük meg, ugye ezt ígértük. Minden esetre ugye például a Patreonok most kaptak hírt arról itt sunyiba a utolsó pillanatban, de hogy megnézhetik ezt a felvételt élőben. Úgyhogy paradox hegyek, de meg vagyunk, kérem szépen. Sziasztok, Patreonok! És tök nem azért, mert ma találtuk ki, de egyébként tök jó. Igen, abszolút. Még jó, hogy nem mage-ezünk, jönnek a paradox szellemek. Ott a paradox szellemek, így van, hirtelen egy taverna felvétel. Micsoda, élőben? Na de... azt hiszem meg vagyunk, urak, minden dolog, amit általában beszoktunk mondani, az bemondásra került. Így van. Pénteken nézhetitek majd vissza amúgy ezt az adást, aki hétfőre nem látja élőben a felvételt. Az pénteken nézheti vissza újra, a Patreonok pedig majd előbb. Ami nem holnap van. Vagy utána pénteken. Vissza kell vennünk a jövőbe, Márti. Hétfő van, de mégis csütörtök. Nagyon-nagyon ritkán fogunk ilyet csinálni. Ezt már most mondom, mert már összezavartuk saját magunkat, de úgy gondolom, hölgyek urak... Minden második taverna lesz ilyen. Hogy elérkezett az idő, hogy folytatódjék a Dungeons and Dragons 5. kiadásában zajló kaland, ahol Szalir, Triss, illetve Alex, hát remélhetőleg szétcsapdossák a szörnyeket és veszik sikerrel az akadályokat. Nem vettem még úgy D20-at, szóval azért így. Igen. Csak azért vagyok itt, mert jó fej vagyok. Jobban dob. Hát is próbáltuk, 16-11 volt. Így van. Ha minden igaz, akkor a nézőink hétfőn, azaz ma már láttak egy összevágást abból egy részt, hogy mi volt az előző részekben. Amit mindegy, most már ezt elengedem, hogy mikor vettük föl, meg mikor mit csináltunk. A lényeg az, hogy picikét átbeszéltük, hogy átbeszéltetek ti is a közönségnek, elmeséltetek, hogy mik történtek. Úgyhogy nem fogunk ebbe most így együtt újra belemenni. Talán fontos megemlíteni, hogy Triss szintet lépett az előző alkalommal, tapasztalati pont osztás alkalmával során, amit csak nem ő. Láthattak a nézők. Csak ő. Mert már siettünk nagyon, viszont nem kapott meg mindent, ugye kicsikét ilyenkor trükkösen dolgozunk egy dungi közepén, az ember nem tanul meg csak úgy mágikusan hirtelen mindenféle fajta varázslatokat és egyebeket, de azért valami kis plusz jött neki, illetve a karakter alapján már látszik időnként, hogy több életereje van, ami nem ártott az ő esetében, bár pont a sárkány valószínűleg a 28 volt, nem 26, túlélted volna. Így van, de nem baj, ennek köszönhetően léptél szintet, mert nem érted túl. Úgyhogy ennyit erről. Szóval más fejlemény nem volt, hanem ott vagytok ugye a szobában, ahol eddig 4-ből 3 rejtvényt úgy tűnik, hogy sikerült megoldani, a 4 gömbből 3 az, amiből folyamatosan ilyen kis mély lilás füstfelhőszerűség jön le a kitartott, vagy ilyen össze, nem tudom, ilyen szép kész formából, tehát szép formát formáló kezek. Emberi kéz vagy sárkánykéz? Sárkány, ilyen karmos, abszolút pikkelyesnek tűnik az egész. Akkor egy a mancs, köszönöm szépen. A lényeg az, hogy ott folyik le, ugye, és mint mondtam, a padlózaton valahogy így végig megy, egyértelműen vezetetten egy bizonyos mederben maradva egészen a sárkányig, ami ott alszik, és utána eltűnik. Mekkora ellenőt megcsinálnak, felébred és megölne mindenki. Hát, benne van a pakliban. Ott vagytok ugye hárman, Szalir, illetve mellettetek van Hjalmar, illetve Erki. Hát akkor folytatjuk igazából ott, abba hagytuk, ugye a harmadik meg volt, úgyhogy megyek a legszélső jobb oldali negyedikhez, és akkor... Csak nézek magam elé, hogy... Ott is megérintem ezt, vagy megpróbálom megérinteni ezt a érzemre. Kis gömböt. Hát megérintetted szokásos módon, egy picikét, majd egyre gyorsabban elkezd benne forogni ez a füstszerű dolog, ami a szürkéből átvált lilába. Itt még nem annyira mély lila, inkább kicsit világosabb lila, meg így fénylik is egy picit, pulzál egy-kettőt, párat. És majd utána, amikor ez alább hagy és a mély lilás színbe és a forgás ilyen kicsit lassabba átmegy, akkor kijön a füst alul,
szépen megint elkezd a sárkányos szobor felé menni, és megint ilyen falszerűen összegyűlik ott a füst, és utána letisztóván egy pillanattal később megint ott egy ajtó. Az ajtót legalább érti. Igen, az ajtó nem volt olyan rossz, de... Hát akkor remélem most nem fog semmi lehullani alatt. Menjünk. Csáma. Menjünk. Gondolom az ugyanolyasmi, mint a legelső volt, nem? Tehát amikor az elsőnél bementünk abba a szobába, az nagyjából hasonló ajtó, meg ilyenek. Máskin azon, berúgjátok az ajtót. Berúgjátok az ajtót, egy teljesen normális ajtónak tűnik olyannak, mint ami eddig az erőd részeim volt. Bemelek. Megyünk. Jó, viszont könnyedén nyílik. Nem nagyon. Macska hangja van. Igen, macskás az ajtó. Felhalálozni, aludtaslakossal. Nem nagyon tűnik beakadnak egyáltalán, sőt, kifejezetten jól olajozottnak. Kinyílik. Alapból, amikor benézel, akkor sötétséget látsz, bármennyire is ott van a fényforrás mögötted. Mindannyiótoknak be kell lépnie ahhoz, hogy egyáltalán bármit a szobából érzékeljen, illetve... Hát jól láthatóan picikét így állott Erki, megjáll már egy darabig, aztán így... Erki besétál. Jáll már is azt mondja, hogy jó. Bemennek és megszokott, becsukódik az ajtó magától. Eltűnök mögöttünk, vagy mi történt? Eltűnök mögöttetek az ajtó. Egy szobában vagytok ismételten, ami hasonlít az előzőhöz, abban, hogy nem látod a falakat, se fölül, se oldalt, viszont nincsenek ilyen rétegek, nincsenek ilyen sávok, hanem amíg van fényforrás, amíg ez a kavics bevilágítja a dolgokat, illetve amíg ti fai képességeteiknek köszönhetően elláttok, addig látjátok, hogy van talapzat, és utána így semmi. Tehát, hogy fölfele sötétséget látok, úgy kell elképzelni, mint hogy egy ilyen végtelenül nagy teremben lennétek, aminek nem látjátok semmi, és semmi nincs ebbe a terembe, csak a padló. Egy különbséggel, hogy így körbenéztek, és hogy merre vagytok, egyszer csak észreveszitek, hogy szembe veletek. Van egy ilyen érdekes alakzat. Így elsőre távolról, körülbelül amúgy ilyen 30 lábnyira lehettek tőle, egy kútnak néz ki. Vannak rajta törp csontvázak esetleg? Nem. Nem Mória bányáiba hagytok. Vagy még nem tudtam. A végtelen termekben ott is ilyen rohadt nagy. Én is azt hiszem. Még ott van egy kút is, hogy jaj, de jó, vele ne lök ki valaki ezt a nyomvat csontvázat. De nincsen ott csontváz. Ellenben a kút körül nagyjából azonos távolságra van 4 darab oszlop, és ez az egész egy ilyen végtelen magasságú téglatestet formáz, ugye az alját látjátok, az a padló, van a 4 oszlop, ami egy négyzet alakban helyezkedik el így első ránézésre, a közepén ott van ez a kút, aminek a pereme az nagyjából egy olyan, nem tudom, 50-70 centi magas lehet, tehát egy olyan 2-3 láb magas, így van, vagy mint például ez az asztal. Abszolút igen, tehát olyan 2-2,5 láb magas, és ugye fölfelé nem látjátok, mikor van vége az oszlopoknak. Ezek ilyen dor oszlopok, szépen sávozottak, abszolút. Nyilván ráadásul a romaiak rengeteget éltek ebben a világban is, úgyhogy de legalább a stílust el tudjátok képzelni az evilági megnevezéssel. És rögtön föltűnik, ahogy ezt az alakzatot így konstatáljátok, és úgy kitisztül szemetek előtt, hogy mi van előttetek. Föltűnik, hogy olyan furcsa ez a belső rész. Valahogy a levegő is olyan sűrűbbnek tűnik, vagy olyan szemcsésnek valami, mint hogyha hullana lefelé. Talán inkább a hóesésre hasonlít, de hogy nem feltétlenül hóesés, nem annak tűnik, lehet, hogy inkább hamu, vagy valami, vagy hó, a kettő között, talán szürkébb a hónál.
és az oszlopokon is úgy belül, meg a padlón is ilyen furcsa nyálkás anyag van, hogy el tudjátok képzelni, mondjuk, hogyha például játszottatok a Starcraft-tal, akkor ott az ergeknek vannak ilyen kis nyálkás része, amikre építkezel. Meg az Alien Hive. Vagy például az Alien Hive, tehát ilyen nagyon furcsa, akár élő organizmusnak is tűnő dolog lehet, van ott lent, amiben azon kívül, hogy nyálkásnak tűnik néha, így megfénik, meg csillan rajta a fénye, ami jön a kőből. Gyakorlatilag ilyen csontok lógnak ki, néhol egy borda, talán valamilyen patkány húst is látok, de hogy nem húst, nem csontvázat. De nem úgy képzeljétek, hogy az egész padló tele van vele, hanem mondjuk az oszlopoknál kicsit egy földgyűlem lett mondjuk. A padlón néhol látszik a kövezet, néhol pedig van ebből az egészből. Lehet, hogy csak egy irányból látjátok, lehet, hogy a másik irány teljesen üres, vagy bármi hasonló, de az oszlopok a belső felei, meg ugye a kútnak is a környéke, az abszolút egy ilyen anyaggal van bevonva. Ők nem jutott. De ez legalább jó hír, mert valaki már megpróbálta rajtunk kívül is. És ez miért jó hír? Hát főleg, hogy ők nem jutottak ki. Mert... De hát közben ilyen közel. Mágikus csapda, nem érzem úgy, hogy olyan, hogy belelépett más a medve csapdába, akkor ránk már nem csappan. Oké, nem tudom, lehet. Közeledek a kút felé, illetve még meg fogok állni az oszlopok előtt, tehát azért nem rohanok be, de hogy minél közelebb még az oszlopokig. Jó, utána adnék. Te utána mész. Én annyira szívesen nem lépkedek rá ezekre a taknyos dolgokra, szóval óvatosan, nehogy besározzam a cipőmet. Te bemész a négyzetbe? Hát bemegyek, félek, hogy egyébként lehullik. Jó, tehát te bemész a négyzetbe. Bemegyek, igen. Ők együtt mennek előre, én a harmadik kenyel. Nem, ők nem mentek be. Én elmentem az oszlopig. Azt mentek a izéhez. Hát elmegyek az oszlopig. Ja, de én utánok megyek. Jó. Úgy értettem. Okay. Azt hittem, hogy ti bementetek a kúthoz. Melyik nem? Ja, hogy az oszlopig. Egyelőre közelebbről. Egyelőre az oszlopig tartottam. Minden ilyen egy irányból tagáltok. Szépen libasorba megy a belki és jámán. Mögöttetek. Nincs semmi plusz olyan dolog, amit látok közelebbről? Közelebbről megvilágítva... Annyit látsz talán, hogy ez az anyag inkább csak nedvesnek tűnik, mint hogy mondjuk éljen, vagy hogy így egybe tartozzon. Olyasmi ez, mint hogyha ha valami kosz így összegyűlne a szobában ilyen szemét jelleggel, és akkor kicsit lilás színű, kicsit halott, kicsit ilyen nedves. Milyen kosz van nálatok otthon? Érdekes. Kínai savanyú neves. Kosz, amivel összegyűlik ott. Ilyen patkánycsontok vannak benne, olyan, mint egy élő organizmus. Értem? Oké. Okay. Kicsit olyan, mint hogyha mondjuk egy óriás így megevett volna valami mindenféle élőlény, mert utána ráhányta volna erre az egészre. Tehát, hogy valahova jutott, valahova nem jutott, nem tűnik, mondom, összefüggőnek, vannak itt csontozatok, úgy általánosságban olyan réginek tűnik, úgy minden. Rége vett a zselékocka. Zali! Mond. Érzel valami furát itt, mint az előző a folyosón? Mondtad, hogy ott bent vannak a csapvázok. Itt nincs valami olyan? Véletlenül? Ami még meg fog mondulni? Megnézem neked. Adok egy Divine Sense-t. Abból még van. Még egy. Még egyet tudok összesen. Az a kedvenc betűtípus, a Divine Sense. Kettőt már előttem. Most az a harmadik. Valahogyan, ahogy így próbálod előhívni ezt a mágiát, ez lényegében ugye egy isteni mágia, érzed az egésznek az akadozását, valahogy a begyakorolt varázsgép, mi ez, Detect Magic-et? Nem, egy Divine Sense, ez Divine Sense, ami igen, és ugye élő actionként, csak nem, hogy milyen komponensei vannak, azon arra gondolkodtam, akkor kb. Megfogod a ha van szent szimbólumod, de van szent szimbólumod, ami mi is? Egy sárkány fog. De nem olyan, mint amit a papi vágott ki. És végül azért sárkány fog, mert nem Dragonborn istent választottál? De Dragonborn istent választottam, csak még ugye alapvetően... Majd ha megteszed az esküdet, akkor választasz az istenhez hasonló, a címerihez hasonló, oké. Tehát ez a hármas szint van. Rendben. Még 30 XP-re állom.
nekem 50. Milyen jó? Milyen jól érzitek, hogy... Szóval lényeg ennyi, hogy azt érzem, hogy nem feltétlenül működik úgy a mágia, hogy kéne, hogy működjön. Igen, nem feltétlenül működik úgy ez az egész. Valahogy nagyon távolinak is érzed magad, úgy bármilyenféle fajta isteni erőtől, amihez neked között van. De aztán végül csak összejön, úgy kell elképzelni, mint amikor így az öngyújtó így nagyon nehezen akar meggyulladni, és akkor a végén így egy picike lángol, de azért úgy csak képes vagy érzékelni a dolgokat, és ott élő lényt érzékelsz? Hát, vagy élő voltad. Létet, nem, mint ezt értem, de hogy creature érzékelsz? Szerintem azt úgy nem, tehát hogy élő lényt nem érzékelek, csak hogy gonoszok van. Igen, és meg élő gonosz voltad. Gonosz, élő. I smell evil. Fiend meg undead, nem? Igen, csak a divine sense. Az én fiendemet. Az én fiendemet mindenki megérzi, abba belehalsz. Celestial Fiend, illetve a igen. Olyan jól néz ki ez a dobóvászon. Elég király ez a dobóvászon. Most a pontos szójelentés kéne nekem, hogy a Celestial az a... Az az angyali vagy. Angyali. Az az angyali, a Fiend az a... Démoni. Démoni. Az élő halott meg undead. Ja. Meg az élő halott. A varázslat leírásából, ami alapján te lovaként képes vagy érezni az egész, tehát hogy a gonosznak úgymond a kisugárzásait, inkább úgy mondanám, hogy semmilyen ilyen lényt nem érzékelsz, nincsen se angyali, se démoni, sem pedig élő halod, viszont az egész hely egyszerűen esszencia szinten, hát kifejezetten gonosznak tűnik. Azt viszont érzékelem, tehát hogyha valamilyen unsacred, vagy ilyen nem tudom, ilyen megátkozott hely, vagy ilyesmi, szerintem azt még húzva. Hát ezt mondtam. Igen, tehát hogy ilyen valami, ami megszentelt, vagy ugye szentségtelen, vagy halló, vagy nem tudom, tehát akkor azt érzem, hogy ez egy ilyen gonosz hely. Ez egy gonosz hely, abszolút, de nem csak a körön belül, meg innen, hanem ez az egész egyszerűen a levegőben benne van. Abszolút a levegőben benne van. Mi a levegőben? Nekem is neked az alignmented? Nekem? Én good vagyok. Good? Neutral good? Good as fuck. Good as fuck. Hát, ja. Oké, te? Protection vagyok. Neutral good. Te? Neutral good, jó. Nem. NG. Oké. Ó, olyan terem, hogy kicsit meg is csap téged ennek a gonosznak így a jelenléte úgy esszenciálisan. És... Mondom nekik, hogy élőlény elvileg nincs refele, vagy legalábbis ilyen gonosz, viszont maga az egész hely állat a gonoszságtól. Bíztató. Kicsit meg is szédültök amúgy, így mindannyian érzitek, hogy ez így ilyen... Arabol segítség. Most mondod így... Majd még ilyenek. Hát akkor igazából... Menjünk. Szóval belépek a oszlopok közé. Oké. Ezt kérlek olvasd, de addig a többieknek mondom, úgyhogy igen, a többiek lássák, addig biztos. A többieknek mondom. Adj, az van állítva, hogy figyelj, most kimegyek, jelen utána most sörözünk. Amint belép ebbe a négyszögbe, jól láthatóan van egy ilyen határvonal kb. Az oszlopok felénél, amit ő így átlép, mint amikor átsétálnál egy ilyen falon, és azonnal megváltozik az ő kinézete. Sárkánnyá? Gyakorlatilag nem sárkánnyá, hanem az a kinézet, amivel ő rendelkezik most a medálnak köszönhetően emberi formában, teljesen elsápad a bőre, ilyen repedezetté válik abszolút, nem is pikkelyes tesz, hanem ilyen kiszárad, majd pedig így kicsit lógó, néhol le is foszlik az egész. Abszolút látjátok, hogy így néhol még a hús is így elcsúszik róla. Megmentelek Thunderstorm. Teljesen. Teljesen úgy tűnik, mint amikor mondjuk elképzelitek őt élőhalottként, és ahogy így megáll, körbenéz, és picit felétek néz, akkor látjátok, hogy totálisan fakó a szeme, az egész eltűnt mindene. Nincs ilyen pupillája semmi, hanem az egész fehéré vált. És ilyen furcsa, ilyen... Szalír, kardot húzok.
Ne! Én nekem az biztos, hogy Triss fogja magát, és bemegy, és azon a minimális 11-es trendjével megpróbálja kiúgni. Gyerekek! Úristen, mi történik? Híres utolsó mondata. Nem. Add tovább, légy szíves a kártyát neki. Kalandor így véget. Ahogy ő belép, ahogy így belép, hogy meg Szali, hogy átlép, és ugye, hogy van, ahogy előrelép és benyúl, és látszik, hogy az ő keze is kezd átalakulni. Ahogy Xaldirhoz megy, úgy alakul, hogy ő is átlépi ezt a láthatatlan akadályt. Akarok dobni egy mentő próbát. Szerintem ez egy illúzió, úgy véli a karakterem, és arról van szó, hogy ha átlépünk ott, akkor ők látnak minket élő halatnak, amíg mi kín vagyunk, pedig mi látjuk őt élő halatnak. És mire akarsz dobni? Hogy szerintem illúzió, és hogyha szerintem illúzió, akkor dobhatok rá, hogyha tényleg illúzió, hogy megszüntessen. Akkor, hogyha ez egy illúzió, varázslan. Ha egy illúzió. Hát dobjál egyet. Én megpróbálom. Én elhiszem, hogy ez egy illúzió. A legjobb kockámmal fogom dobni, a legjobb helyen. Ugye mondtuk. Köszönjük szépen. Szép 14-es. Igen. Nagyon jó, nem gondolod, hogy ez egy illúzió. Lényeg az, hogy te, hogy átléped, ugyanúgy kicsikét Szalinak is köszönhetően végül belépsz a körbe, és jól látod, hogy ő is így megáll egy pillanatra, és ő is teljesen így átalakul, és ő is így ránéz, így... És oldalra is néz, neki is teljesen kifakult a szeme. Ráadásul ő amúgy tabaxi alakban van. Egy ilyen rottadó, kihúgott szőrű, nem tudom én minek tűnik néhol így le van az álla teljesen így csont szinten így állva, így szakadva gyakorlatilag. Tudok beszélni, megpróbálok hozzászólni. Mondjuk, hogy miért jöttél utánam? De ugye ezt ő nem hallja. De, azt hallod, hogy meg ugyanezt Jalmar is, meg Erki is teljesen így ki vannak akadva. Ezt halljátok, hogy ott, hát kérjem el ezt a lapot. Oké, ez egy plusz információt hozzá kell írnom. Fogsz-e le tudni kommunikálni? Csak erre kell figyelni. Mert hogy az első, amit ott leírtál, azt gondolom már rám nem vonatkozik. Mert hogy én... Szóval kérdőjel. De ez mindenkire abszolút vonatkozik. Abszolút vonatkozik. Ugye annyi van, hogy ugye a hangotok teljesen el van változva. Tehát hogy az, amit is mondtad, ilyen rekettes, ilyen teljesen halott a dolog, ez... Megöltem le! Átváltoztál! Élő halottá! Én biztos nem! Minden nekem! Gyerekek! Hallod, azt látod, hogy kettő ilyen teljesen zombi, igen, így beszél. Innen nem megyek, Jálmár, ez jól vagy illúzió, vagy nem, én nagyon jól érzem. Jálmár jól láthatóan egy picit még a nyílt puskáját is így betölti. Nyugi, képben vannak. Nézd rájuk. Holtnak néznek ki, de a holtak nem kommunikálnak. Ez valami átok, ne menjünk be, ők majd elintézik. Srácok! Sok sikert a kútnál! Heki mondja, hogy így semmiképpen nem festenek jó bőrben. Ez tuti. Éltek? Körbesétálom a kutat. Húzom a lábam. Így medd bent és járkál. Ja. Have fun. Én indulhatok valamit, erősség próbált, hogy megpróbálom kihúzni őt. Mert önnek ezek az volt a célom, hogy egyből izé, mint te. Nem hallottunk, azért nem tudok izé inspiráló zenét adni a zombi harcosoknak. Ne legyél zombi című számot írom fejben. A Cranberries-től. Ne legyél zombi, a zombiknak rossz, mert minden nekromanta kőkeményen rossz. Ja, nem látom. Én értem, de hát láttam titeket. Rájöjjünk. Vagy én ezt tudom magamtól, alapból? Mit?
Ez tudod, ez a te feladatod, ez innentől kezdve, ezt te tudod, abszolút, így van. Nem csak, hogy, nem csak én, hanem a karakterem. Nem, az, tehát ami oda le van írva, jó. Ez van. Jó. Ez van innentől kezdve. Ezek a szabályok érvényesek minden esetben. Srácok! Másik körbe. Mi zombinak nézünk ki? Nem. De... De nagyon jó itt az idő, gyertek be! És én meg... Ellentétes körbe, ahogy Szali Róraj mutatójárásával ellentétesen, én meg szerint. Körbe-körbe járjátok a kutat! Lefordítod egyszer ezt a lapot minden rossz indulat nélkül, csak azok olyanok, amit most már csak ketten láthatok. Körbe-körbe járjátok a kutat, mit láttok oda bent? Látok bármit egyébként a kúton való, ahogy így körbe mentem. Bármi plusz info, plusz nem tudom, valami belekukkantok a kútba. Belekullantok a kútba. A mocskos zombi fajtáján. Látsz, mindjárt mondom, okay. Hogy micsodát. Abszolút. Hallott macska, nem szeretnek téged. Ugye pont ez egy döglégy, döglégy Tristan. Pont erre beszél. Döglégy. és a catnip. Ennyi. A zombik mennek. A vastag kút felé. Dovászon. Ugye milyen szép ez a Dovászon. A legszebb. Kérjük szépen a szerepben maradás, nem sell-out-olunk. Nem. Köszönöm. Pedig. Ezt látod, amikor belenézem. Hát így hátrálok, így elhátrálok. Gyertek be segíteni! Gyertek be! Mi lenne, hogyha nem? Ezt kettem! What about no? Ez a kategória. Ne nézz be! Ja már! Ne nézz be a kútba! Erki, megnézitek? Bementek? Hát nem mondom, hogy kettőnk közül rajtad segítene többet, hogyha bemennél. Rajtam. Ha így néznél ki. Én gyönyörű vagyok. Hiszem, hogy Jámár mondja sok könyv. Hát, tudom. De még lehet, hogy jól állnál. Van egy fiú Jámár. Bemész és kijössz. Megnézzük, hogy visszaváltatsz-e. Zola, mit szólsz hozzá? Ne nézd be a kútból. Ha ilyen jó ötleteid vannak, lehet a végén tényleg elgondolkozom, hogy jobb társaság lehetnek ők ott bent. Ugye? Szerintem is. Srácok, valamelyik őtök nem akar kijönni, hogy megnézzük, hogy kevésbé lesz-e élő halott? Dehogy is. Nagyon jó. És közben megnézhetném-e inspektel az oszlopokat? Az oszlopok gondolom benne vannak ebbe a fal szerűségbe. A belső részét, vagy látok-e bármi írást, vagy jelet, vagy jó, valamit ezeken a... Jó, az inspection, abszolút. Vagy investigation. Investigation? Investigation. Intelligencia... Azt összesen 20. Jó, nem látszom. Egy ilyen kis dzsubát. Kívül abszolút azt látom. A karakterem az nem tud a ízé, a macska istenről meg ilyenek, nem? Ja, dobjál egy history-t, bardic knowledge! Bardic knowledge! Pedig közel, már közel volt a 20-as. Közel volt a 20-as. És most meg 19-et, szenvedj meg! Jó, akkor nem tudok róla. Jó, gondolkodok tovább. Mi volt a kútba? Hol vetted? Csinálok egy minor illusion. Egy nagy kincses ládát. Csak ennyi. És elkezdem fűzni őket. Mivel melyik a meggyőzés? Persuasion, megpróbálom rávenni őket, hogy jöjjenek ki, mert találtam kincset. Srácok! Megtaláltam a kincset, erre van a kiút! Húzzunk le egyet a szerintem... Cantrip az izé. És ráadásul nem akkora az a kincs. Ötször. Nem akkora egy kincs, de mondjuk egy szép nagy darab rubint, ami, ha jól tudom, 5 feet lehet.
5x5-ös, aha, akkor elbatult. Egy 5x5-ös kristály vagy gyémánt azért ez nem egy rossz dolog. Igen, egy ilyen sveti, ezt látjátok. Srácok, nézzétek már, itt a kincs! És színűen... Nem, a kútba nem... Nagyon jó itt bent egyébként, gyertek, próbáljátok ki a kincs, az nem érdekel már ilyenkor minket. És így ezt... Nem akarok a kútba belenézni... Tudjátok, kik vagytok? Kérdezi Erki. Tudjátok, mi ez? Földír a nevem! Én is tudom, hogy ki vagyok. Sivák, nem történt semmi. Gyertek, próbáljuk meg itt ezt a kútba. Nem jöttök egyáltalán. Jó, a másik Minor Illusion, csinálok egy ugyanolyan kutat idekintre. Okay. Tele akkor a szobát mindenne. Ennyi. Srácok, de itt az igazi kút, az csak egy illúzió. Nem. Miért nem jöttök a kúthoz? Nem úgy tűnik. Itt a kút, uramatyám, belenéztél? Mit látsz? Az igazságot. Xalir, ezt látnod kell. Uramatyám! Biztos vagy nem. Ez sokkal igazibb, ami itt van. De mi van ott? Viseljen a sejtőmbe. Elmondhatod? Xali, rugolj be a kútba! Biztos. Ha az igazi, akkor bemersz ugrani. Gyertek be. És segítsetek. Beugrani? Nem, nem akarod beugrani. Mit akarsz ott benn? Mihez kell segítség? Kitalálni, hogy a kútba mi van. De mi van? Te nincs láttad? Fény? Van fény, tényleg ez. Az Erkinél van. Erki, beviszed neki a fényt? Tök barátságosak. Én nem megyek be. Erki, gyere be! Nem látunk itt semmit. Erki! Húzunk sorra. Xorus megsegít itt bent téged. Elkezd varázsolni, kedves Erki. Dodge. Abrakadabra. Csiribú, csiribá. Így van, egy dexterity saving throw-ot kérnék szépen tőled. 17. Oké. Okay. Ja, nem, várjál. 12... De, 17. Oké. Okay. Rendben. Hát kikerül gyakorlatilag könnyedén, az lényeg, hogy elő egy szokásos ilyen kis fénycsóvát, ami így elmegy melletted, majd így messzeségben, nyilván jó messzire. Erki, erre nincs időnk! Morgok egy marha nagyot, ilyen... De miben segítsünk, nem csináltok semmit! Ez az! Gyertek be és nézzétek meg, mi van a kútban. Jó, én bemegyek és megnézem. Mert már bemegy. Tudom, de én megyek és megnézem, hogy mi van a kútban. Arra kellene... Nem fáj ez nektek? Vagy mi van? Semmi baj nincsen. Mi fájna? Jámár! Jámár! Szóval belenézek a kútban. Belenézzetek? Nézze bele. Ezt látja is? Azt látja is, igen. Rákom sem megy be. 19-es szépséggel izé zombi van lenni. Nem gondolod komolyan. Ez egy rákom sem megy be. Voltam, hogy lehet vele. Erki, kéne egy kis nyugtató. Srácok, hogyha valami nem jó van a kútban, akkor miért nem jöttök ki? Valószínűleg a kút a megoldás. Meg kell oldanunk. A kútat? És... Mit lehet megoldani egy kúton? Hát, hogy ne legyen dugulás. Vízvezeték. Azt még mi se tudjuk. De lehet, hogy rájöttök. Mi nem értjük. Nem értitek a kútat? Nem látunk semmilyen írást. S rúnát. Mit láttok bent? Erre nincs instrukció. Vagy itt beszélgetek, azt látjátok, hogy Erki is
Ha vett egy mély levegőt, akkor utána egy besétál. Abban a pillanatban ő is ugyanígy átalakul, elkezdi lógni a bőre, mint egy több száz éves lenne. Ilyen úgy ruhája így lebomlik szint teljesen. Erki, hát látod, hogy semmi baj nincs itt? Csak ne nézz a kútba! Kérlek, Erki! És oda álljon ő. Ránézek húgba. Ránézek húgba. What in the box? Nyaj. Mi a bánat van abban a kútban? Ezt mindenkinek látnia kell. Az előbb azt mondtad, hogy ne nézzenek bele. De ha már belenéztek, akkor ti is lássátok legalább. Mi lenne, hogyha elmesélnéd? Nem tudom elmesélni. Miért nem tudod elmesélni? De az igazságról beszéltél. Az igazság pedig ide állt. Sawyer ügynök. Agent Sawyer. Most már meg tudjátok hárman oldani, azt mondod, ketten kevesek vagytok. Sawyer, vagy mi? Erki? Igen, gazdám. Mit jelent ez a kódba, szerinted? Az, hogy minden hétben 7 órakor taverna, most a kódban. In your head, in your head. Gyere ki, meséld el! A tudásod kell ide! Gyere ki először! Én be nem megyek úgy, hogy aztán ilyen csöves bánat zombi leszek. Majd, hogyha kijöttél és látom, hogy visszaalakulsz, akkor lehet, hogy én is bemegyek. Nem vagyunk. Nem vagy. Élő voltak vagytok, srácok. Hazudsz. De hogy hazudok, előveszem a legszebb tükrömet. Hol van felírva, hogy a legszebb tükröm? A karakterlapomra. Ahogy nálam van tükröm. Okay. Használd a tükröt, nézd meg! Tükröm, mondd meg nékem, miért vagy zombi a vidéken? Hát akkor előveszem a tükröt, hogyha már így magyarázgat, de... Okay. Gondolom, tök normális. Nem? Tessék? Nem tudom, mit látok a tükröm? Ne olvasd el a lapot. Hát ezért mondom, hogy teje. Semmi baj nincsen! Mutasson! Srácok, innen rohadtul élő halottnak néztek ki. Mondjuk én a nem kertészkedtek, de élő halottnak néztek. Jajon, te se volt szem! Mondja ezt, Erki. Erki, hogy lehetsz ilyen hülye? Még mielőtt bementél, láttad, hogy élő voltak. Nem történt semmi, gyere be és nézd meg a kuta. Szerintem az van, hogy kintről valami mágia, de bejössz, akkor nincs semmi baj. Akkor az... Az az illúzió. Az az igazi, az az illúzió, ami kint van. Így van. A legszerebben is láthatod, hogy bence. Mi baj? Bleh. Hogy hívják tovább csávot? Már elfelejtettem. Hjalmar. Hjalmar? Ne visz? Tök bíztató. Lehet, hogy tényleg az az illúzió, amit itt látunk. És bemegyünk is, és minden barátját. És lehet, hogy a kúton belül ott lesz a megoldás, amit csak te tudsz megoldani, és megtöri ezt a szörnyű átot, én meg túlélem a nélkül, hogy csúnya lennék. Szerintem mindenki kell ahhoz, hogy megoldjuk ezt a rejtőt. Szerintem is! Kintről elkezdtem megvizsgálni ezeket az oszlopokat. Vannak rajta valami rúnák, vagy valami? Na, no, jó, biztos. Hát ez 7-8 összesen. Jobb, mint a 3, nem akarod. Ha rúnák vannak rajta, beszarsz. Én abszolút látod, szép faragványok vannak rajta egyértelműen. Miből vannak? Kőből vannak ezek?
kemény anyag borult. Mint ahogy közelebbről megnézed, amúgy így fény, meg nem tudom, valami, valami kőzet, ja. Megpróbálok így benyúlni, meg ki. Tehát így benyúlsz, így... Nem nagyon tudod mozgatni onnantól kezdve a kezed kifelé. Nem tudom visszahúzni? Nem. Ja, már húzd már ki, légy szíves, beszorult a kezem! Jól láthatóan így a csontjaid így... Ja, már gyorsan! Ez nem a gitáros kezed, ne aggódj! A másikkal még tudsz majd fengetni, meg majd lefogjuk neked a lantot! Ja, már húzd ki! Lám, és így... Megpróbál kicsit húzni... De nem nagyon megy. Klasszik Jalmar. Megtettem mindent. Jalmar, lökd inkább be! Hát, ha elegem vagyunk négyen is ehhez a megoldáshoz. Vagy fiú, ha bemegyek és átváltozom, előtte beszéljünk meg valamit. Mert lehet, hogy zavarodott lesz az elmém. Mondjuk valami elmondatot. Hogy én látom el a dolgot. Szóval bemegyek, és én nem látom magamat zombinak, mert hogy benn vagyok, akkor valószínűleg valami rosszul lát. De ha téged mondjuk zombinak látlak, akkor megkérdezhetnéd, hogy miért piros a pipa? Nem tudom, valami kéne. Na jó, találkozunk Rómában valamilyen formában. Bevegyek. Te is. Adjátok tovább, kérlek neki a cedlit. De most már felolvashatod akár nem, mert mindenki. Még hát már nem tudja. Mert hogy elájult neki. Jó, hát igazából, hogyha elolvasod, akkor utána majd felolvasom a nézőknek is. Vagy tegyük ki. Jaj, már megyek, kiállj szól! Baszom, most már én is élő adott le. De nem hiszem el. Ami, semmi nem történt. Az első sor játszik. De nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el. Oké. Sosem voltam ilyen jól. Hát kérjem el ezt a lapot, majd elmondjuk a kedves. Azért kapod, mert nem húzták így te nők fájdalma. Jalmar ott áll, nézi egy picit. Megpróbáljátok meggyőzni dumával, vagy hát dobjon, vagy... Én azért megpróbálom meggyőzni első körben egy dobással, mármint hogy... Vagy egy így. Dobással? Mivel? Bolta. De akkor most a kódot elmondtam. Mi? Kódot? Azt én hallottam. Megmondtad, persze. Megbeszéltetek egy kódot? Látod, hogy minden rendben van? Akkor mondd be neki! Ezt hadd jöjjön, ezt oldjuk meg! Mondom neki a titkos pitypongot. Pitymallik a pitypong. Ja, és ne nézz be a kútba! De úgyis befogsz! Nem nézek be a kútba. Én csak azért sem nézek be abba a szakadék kútba. Fedig jó! Vagy hagyja az Erki. Milyen van Erki? Srácok, mi van a kútban? Ami félelmetes. Hát, mi? Hát nem a fel. Já már is jönszél. Sima víz lesz benne, és a saját pofánt fog tükröződni. Já már így elteszi a puskáját, és így... Kicsit nekifut, majd... Majd felnyit az asztalt! Egész szektet összezett. Azért, hogy páros lábbal így beugrik ő is, és ahogy beugrik és átlép az egész szobát egy ilyen nagy fényesség középről a kútból, így elönti, mint egy ilyen fényrobbanás, még hangja is van, hogy mindenkit elvakít, és utána ott vagytok ismételten abban a szobában, ahonnan indult ez az egész történet. A gömbből áramlik már kifelé a füst lefelé. Be kellett menni a raktárszobába? És tessék? A raktárszobába vagy ebbe a raktár, raktárszobába vagytok, ott a gömbből áramlik ki a füst rendesen. Egy most kérdésem még leírod. Én most milyen formában látszom? Te most normálisabb, amire az illúziót benne volt. Az illúziót benne volt. Igen, viszont hamarosan le fog járni.
A lényeg az, hogy látszik az, hogy most már, ahogy a négy füst, komolyabb füst ér, patakocska belemegy ebbe az egész sárkány alakzatba, látszik, hogy a sárkány így kihúzta magát, és így néz előre felé. De kőből van még ugyanúgy? Aj, abszolút. Jaj, van akkor. Mi volt a kútban? Hát, egy fekete sárkány fej. Egy mosolygó. Én legalábbis azt láttam. Te mit láttál? Én is azt láttam. Már nem vagyunk zombik. Én is azt láttam. Már nem vagyunk zombik. Sosem voltál zombi. Nem voltunk zombi. Milyen zombiról beszélsz? Nagyon zombi. Alapvetően ugye az volt a kalandozóknak a feladata, hogy nem ismerik, hiszik el, hogy ők átalakultak bármennyire is, nem hagyhatják el a négyzetet semmilyen módon, és elkerülik, hogy ezt elmondják a többieknek, illetve meg kell győzni a többieket, hogy bejöjjenek a négyzetbe. És az a másik, hogy nem volt nálam nyílpuska. Hát, ki majdnem előtt. És tényleg elvesztettél előtt. Mert kinyírhattalak volna titeket, és ti nem tudtatok volna kijönni a négyzetből. Igen. Ez egy easy job lett volna. Hát ez gyakorlatilag olyan lett volna, hogy valamelyik Stephen King filmben, hogy megölöd őket, nem történik semmi, mert rájössz, hogy egy idő után te is csak akkor tudsz kijutni, hogy bemész a négyzetbe, és amikor bemész, akkor utána így megjelensz itt, és rájössz, hogy baszki, feleségesen lettem meg őket. Igen. De rengeteg XP. Ilyen két levelből, hogy jellemtorzó. Jellemtorzolás egyben. Merre néz a sárkány? Papi mindig is ilyen volt. Merre néz a sárkány? Van valami iránya, amit néz, vagy csak úgy előre. És mi van ott? Szóval alapvetően megcsináltuk ezt a négy dolgot, és átalakult igazából ez a szobor. Azt a mindenit! Nézegetem még, hogy van rajta valami írás, vagy valami, amit el lehet fordítani. Hasán! Mert hogy így egy össze volt gubolcolódva, most meg ki van húzva, lehet, hogy a hasán nézzünk valamit meg. Vagy ahol mi nem látszott eddig a szoborból, érted? Mondjuk elég furcsa, hogy eddig, hát egy szobor, na mindegy, mágia. Segítek, bár nem tudom drakonikul, de segítek keresgélni. Kutassak investigation-t, vagy valami? Nem. Dobhatsz, jó. Segítséggel lehet dobni? 15? Hát te külön keresed, nagyon nem tudsz egy ilyen keresésbe segíteni. Nincsen party investigation, szerencsére. 7. Ja, az egy 7-es, 1-esnek néztem. Oké. Okay. 9. Jó. Nézzek, körbenézitek, körbe tudjátok járni, amit ezt a szobrot. Semmit nem vesztek észre rajta, ami olyan, hogy... Srácok, nem lehet, hogy arra kell mennünk, amerre néz, és kinyílt mondjuk egy ajtó. Hát azért nézem, hogy azt az irányt, amiben néz, ott arra mi van. Vagy az a szoba, az ajtóban bejöttünk. Aha. De az a szembe volt egy másik ajtó, amit nem néztünk meg, és lehet, hogy az eddig zárva volt. Így van. A nagyon nagy ajtó. Lehet, hogy most nyitottuk ki. Shit. Nézzük meg. Irány a dupla ajtó. Még mielőtt kimennénk. Igen. Én előveszek egy tekercset, és már most már készülök arra, hogy ha bármi probléma lenne, kiúrgunzat, megpróbálok elkasztolni tekercsből. D8 plusz 3 a karizmám. Magamra. Gyógyulok. Az jó. 6 plusz 3. Plusz 9. Akkor egy hiány full HP. Oké. Okay. Még előtte nézzük már meg, hogy a gömbös startó mancsok változott-e valami. Még mindig úgy nem füstölve kicsit, nem? Abszolút folyamatosan áramlik ki mindegyik gömbből a füst, ilyen szép, mély lilán. És mint mondtam, ugyanúgy a sárkány fele, ahogy körbejárjátok, maximum annyi tűnik fel amúgy, hogy ez így végigmegy a falba, mögötte belemegy. Mögötte megy? Hát úgy össze-vissza a falba, mert elvisz a falba, így van. És Jálmer, nem tudsz titkos ajtót keresni? Igen! Ez az a jó ötlet. Hát a sárkány mögött van egy szeretnél való titkos ajtó. Nagy mellű. Elárulják a péksüteményt. Keresem is. Fontos tudat is? Körbenéz, nézi a dolgokat, abszolút. Azt mondja, hogy... Ha van is itt, akkor azt nem tudom kinyitni, vagy nem tudom, nem tűnik úgy, hogy itt lenne valami szoba mögötte. Szembenéz, és eddig is? Szembenézett a sárkány? Eddig tudom, össze volt, de hogy akkor nem nézett az ugyanúgy az ajtó fele. Emlékeim szerint.
szívott gömbölyödve, igazából nem, maga felé nézett. Aha. Felébresztettük az alvó sárkányt. Hát aki, jó, ő... Próbálj meg Szalir esetleg hozzányúlni megint a gömbhöz. Vagy mindannyian egy-egy gömbhöz, vagy valami hát, ha mit történik. Ha nem, utána mehetünk csak. Hát, ha. Nem? Oké. Jó. Weihnacht. Weihnachten. Piros Ranger! Zöld Ranger! Kék! Főzünk egy kávét! Lenne. Majd a szünet. Majd a szünetbe, így van. Megcsináljátok, ráteszitek a kezeteket. Az égvilágon semmi nem történik, úgy gondoljátok, de ezért dobjatok egy érzékelés. Hello! Hat! A bónusszal együtt! Van egy natural 20-as, meg egy 19-as. Natural észlelés. Ja, papi, azzal van elfoglalva, Alex azzal van elfoglalva, hogy így ráteszi a kezét, egy picikét, akkor így elkezd fölfele menni, majd így elengedi, akkor így visszamegy. Felteszi, akkor fölfele megy. Örülnek, hogy megvan az összes, nem foszlik a hús a kezéről végre, majd de szép a kezem. Van. És ti pedig észreveszitek, hogy azért nem túl gyorsan, de azért úgy tűnik, mint hogy egy picit ezért fogyna. A füst, ami ezekben benne van. Uh-huh. Lehet, hogy időre megy. Lehet, hogy amit kinyitott, az bizonyos ideig van nyitva. De akkor futás a másik, merre. Lehet időre megy, futsunk, ne fussunk, óvatosan, de azért szaporán. Szaporán? Nem? Szeretem ezt a szót. Menjünk akkor vissza. Az ajtóhoz, az nagy ajtóhoz. Irány a két szárnyú. Te leszel majd level 3. Meg ő is. Ja. Nem. Most akkor elmentek és megnézitek a folyosón azt a nagy ajtót, azt a kétszárnyú ajtót. Így van. Ez... Kitárult. Csukva van továbbra is. Most, hogy közelebbről megnézitek, most már látjátok, hogy tényleg egy hatalmas sárkány fej van az ajtóba bele faragva. Uh-huh. Kifelé áll belőle, felétek néz. Középen van, némán néz rátok, csukott szájjal, egyfajta lila derengés övezi át ezt az egész alakzatot, ezt a képet. Nem látok rajta se zárat, se kulcsukat, az sem látszik, hogy hol van a választóvonal amúgy az ajtónál, de onnan tudjátok, hogy két szárnyú, hogy jobb meg bal oldalt is van neki egy ilyen valami... Nem is zsanér, de valami. Jó, hát hozzája semmi nem történik. Kicsit két hidegebb van a környékén, érzed, hogy ahogy közelmész, sokkal hidegebb van, kicsit meg is tántorozza, hogy megpróbál megrökni. Maximum csak arra eszmélsz fel hirtel, ha néha, mint hogy a szemed picit így vibrálna egyet. Nagyon szexi. Nyitva van a szája? Nem. Kinyitom azt az ajtót, ami a raktárban volt, és nyitva hagyom. Mm. Úgy, hogy a sárkány szobor ránézzen konkrétan a sárkány fejre. Hát, megcsinálod, odamész. Titámasztom valahogy az ajtót, ne csukodjam. Abszolút. Megvan, ránéz. Nem történik sem. Now kiss. Mit láttunk? Emlékszel, hogy mit láttunk? Igen. Vigyorgós. Lenne, ha elmesélnek egy vicce. És odamészem. Az a pervers része, hogy nekem is ez jutott eszembe. Két sárkány ül az a fahágon. Az egyik azt mondja, hogy bazd meg, nagyon meleg van. A másik meg erre az, hogy úristen, egy beszélő sárkány! Történt esetleg valami? Rettentő kínosan érzem magam, ez történt. Já, már egy határozott bazd meggel. Megfogja, elkezdi törni a szemét, Erki az egy időhallgatás után fölkacag. Elki az én emberem, tudtam én. Ugye, Alex kifejezetten kellemetlenül kínosan érzi magát. Szalirban pedig valami már elpusztult. Belehalt a sárkán. Nem láttam, hogy beszélni. Történt valami? Ezen kívül. Mi a következő ötlet? Rajzolunk rá egy smiley-t. Hát figyelj, most abból indultam ki. Ha én is közel megyek, akkor én is érzem a hideget. Te is.
Aha. Nem tudsz? Közeledben az... Dobjatok érzékelés. Mindannyian? Mindannyian. Tiszta 20-as? Tiszta 20. Tiszta 20. Na, van abba 20-at! Van abba 20-at, most kidobtam itt két hónapig. Igen, minden nyíltaknak feltűnik, hogy ahogy ő közelebb lép, meg minden, úgy, úgy a szeme is jobban fölízzik. Viszont már látható, hogy itt a szemgödrök bennek a sárkányfejnek, ami kicsit ilyen csontváz jellegű dolog, így ízik benne valami lilás dolog, valahol mélyen. És hogy közel mész picit, mint hogy a szájánál is így füstölögne a dolog, a fogai között így jön ki valami. Hol találtuk azt a... Találtunk két követ, Onyx követ. Azt hol találtuk? Azt teljesen random helyen találtuk, vagy itt már a próbák során? A bizonyra találtuk elvileg a hullásteremben, ahol a kínzókamra volt, vagy valami ilyesmi. Hát? Ott volt az Onyx. Mi? Vagy nem ott találtuk? Izé, Hobgoblintól szedtük el. De van két Onyxunk. Fekete, sárkány. Megpróbáljuk. És mit berakod a szemébe? Odaadom neki. Megpróbálom belerakni a két. Úgy gondolod, hogy nem rossz ötlet, de egyáltalán nem jó, mert mondjuk az a szemgödör az egy kifejezetten érett is nagy sárkánynak a fejéről beszélünk, tehát hogy összességében, mondjuk széltében van legalább másfél méter széles az egész alakzat, és csak a szeme mondjuk nem tudom, így ekkora. És nem egy Onyx sziklát találtatok, hanem egy követ, úgyhogy nem biztos. Na, kicsi szeme van neki. Ez jó lesz. Nagy gödör, kicsi szem. Ja. Kom szemekkel nézeket a világ. Drakonikul bemondom azt a bizét, hogy legyen sárkánytűz, mint az álmog, amivel beindult a... Lelejáviket a picsám. Az a kút. Persze utána elállok a szájáról, hogyha elkezdve... A folyosó devisz hangozzák Drakonik szavaid. Majd nem történik sem. Pedig azt hittem, hogy ezzel a négyel meg kivégeztük a rejtényeket, de nem. Tehát összegezzük, amit tudunk. Van egy fekete sárkány fejünk, vagyis hát valószínűleg. Meg egy szobor. Egy szobor, ami kiegyenesedett, és pont szemben van. És ha közelebb megyünk, akkor mindannyian, akkor elkezdik nagyon mélyen már azért működni, belül meg hideg van. Ti is érzitek a hideget? Aha. Erki, te miért lőttél lám amúgy? Hogy meggyőződjek róla, így van, hogy biztosan élő alatt vagy-e, vagy se. Erre is rá kell tennünk egyszer a kezünket. Az előzőekben is bejött. Egyszer befog. Na akkor, mondjad, akkor jöhettek ti is. Közben én kibeszélek, amíg a srácok gondolkoznak. Kedves mai streamkezelőnk Basti, megkérdeznélek, hogy megy-e rendesen a Patreonoknak a stream? Ránézel, kérlek. Mi legyen? Nem tudom, mi a kérdés. Ugye a sárkányra lehet próbálkozni, tehát az, amit ugye ott találtunk. De ez most mit még? Nem tudom. Ki így jutott az ajtót? Nem tud beszólni, ezért bejön itt is, így szóval. Igen, szegény, abszolút. Ne ragudj. Megy. Oké, rendben, akkor sziasztok, Patreonok. Bocsi, csak nincs kapcsolatban, nem tudom megnézni. Így van, köszi szépen most. A negyedik egyes dobom, random, jó, ezt tudjuk. Van nálam egy sárkány figura valami jádéból, de hogyha nem látok helyet, ahova ezeket be lehetne helyezni, meg rakni, akkor igazából több felesleges. Nem látszik. Hideg van, lehet, hogy fel kéne melegíteni. Lehet azért van hideg, nem tudom. Próbáljak meg egy tűz... Gyújtsuk fel az ajtót? Szerintem... Ne. Ha csak simán nyissuk ki, nincs nem kós. Nincs nyitva az ajtó egyébként. Már megpróbálta. Ja, papi megpróbálta. Alex. Tényleg. Hát betolni inkább. Ja, betolni. De valami zárat, ilyen kulcs, vagy nem is kulcsuk, bármilyen lyuk. Mondtam. Semmi. Hát olyan lukakat látsz rá, maximum, ami a domborműben vannak, így van. És amikor először megnéztük az ajtót, akkor is láttuk ezt a sárkányfejet, vagy az azóta
Meg nem néztétek meg. Nem néztétek meg ezt az ajtót? Egyáltalán. Csak láttuk, hogy van ott annál egy ajtó. Igen. És Szalir minél közelebb van hozzá, annál jobban ízik, meg jó érzés neki, meg minden. De akkor csak egy kicsit változik a küleme, így van. És a minden, tehát ha mindannyian oda mentük, akkor volt. Oda Somfordárak Szalirhoz és belesukok a fülébe. Figyelj, hogyha ez az ajtó rád reagál. Tényleg, hogyha elcsalnám a többieket egy jó sételre, és levennéd a medált az ajtó előtt. Hát, aki nyíli. Próbált meg ilyen, kutassatok át valamit. De mit? Itt volt egy barlang. Hát de az vissza kell menni ezért. De csak itt keresztül. Gyertek, nézzük meg még egyszer azokat a szarokat a raktárban. Szalir, addig te meg nézd meg, hogy van-e bármi rúna még ezen az ajtón. Biztos, hogy valami van abban a raktárban, ami miatt ott szenvedtünk. Nem hiszem el, hogy ezt az ajtót kell itt tologatnunk. Gyertek, srácok. Pont négy olyan van. Négyen bemegyünk, meg nyomkodjuk megint egy picit, vagy valamit csinálunk. Mágiát is akár használhatunk. Bármi lehet. Meg kell nézni. Valamiért ott abban a falban is volt. Nézzük, vizsgáljuk meg. Szalir, te meg maradj itt, akkor nézd el ezt az ajtót, hát találsz valamit. Advantage-el, segítséggel. Mert te is mondom, ő is. 15. 10. Persuasion vagy Deception? Persuasion, igaz? Aha. 17. Berki az minden további nélkül megy, ugye, már pedig ilyen... Megint azt a szobát. Persze. Menjünk. Sötünk. Jál már a lélekállatom egyébként. Hát mi megyünk is, és én megyek utoljára, és becsukom az ajtót mögöttünk. És elkezdünk keresni. Vetkőztem. Biztos jó, hogy így hátrahagyni Szalirt. Egyedül. Úgy is meghalljuk, hogyha van valami. Meg lehet, hogy ez volt a baj, hogy nyitva volt, és látják egymást a sárkányfejek. Mi van akkor, ha pont ezt segít nekünk megoldani? Nem? Két sárkány egy csárdába? Nézzük meg a falat, valamiért belemegy a fal ebbe. Igen. Vizsgáljuk át a falat a szobor mögött. Vagy a ládákban nem találunk esetleg valami ilyesmi. Sziperécet. Vizsgálódása. Lövetem a nyaklámpa. Ti dövetem majd vizsgálódásra. Jó. Veszélyesen. Leveszed a medálodat. Ó, 18. Nem nagyon van itt hangeffekt, vagy bármi hasonló, amit ezelőtt kiadtam, de észreveszed, hogy hát már nagyon régen láttad a pikkelyes kezeidet. Ez jó, az igazi énedet már régen. Régen láttad. És ide játszol a farkaddal is, hogy van. Hát csak egy percre nem mondjuk, hogy már egyből előkapja a falkát. Ja, bocs, nem figyeltem. Változik-e bármit az ajtó, akkor igazából drakonikul elmondom azt, hogy nem tudom, parancsomra nyíj ki, vagy nem tudom, szezántár. Nyíj már ki, létszi. Valamit így próbálkozok sárkánynyelven mondogatni, hogy nem tudom, ilyen... Az a sárkánytűz az már megvolt, de... Ja, szóval ilyeneket, hogy nyíj ki. Legyen sárkányszűz, meg létszi. Okay. Fogdosom, meg nézem, meg a fejét próbálom. Ja, oké, okay, ezekkel próbálkozom. Ti pedig, ahogy átnézitek, dobtok, nekem kellek egy... 18. Én összesen 10. Oké. Okay. Te, ahogy elnézetted, továbbra is azt veszed észre, hogy ott valahogy hátul úgy néhol ott elvész a falakban ez az egész. Te azt látod, ahogy úgy próbálod, igen, ő már észrevette, hogy ott van, de mi is lehet, és mi van akkor, hogyha... Föltűnik, hogy igazából ez úgy néhova még úgy látszik, hogy, tehát, hogy valahova ez még úgy tényleg úgy megy a falon belül, valahol ott hátul, vagy nem tudom, meg a szoba oldalán is valahol egy kis ponton, mint hogy észrevennél egy ilyen lilás, ilyen füstös áramlást. Írást, vagy füstös? Áramlást, füstös áramlást. Hát keresek titkos ajtót, hát találok valamit, ahol tovább tudok menni. Én el vagyok foglalva, nézeketem a ládákat. Nem. Tiszta egyes. De azért ezt majd mondja azért. Jár már segíts, man! Mennek azt tovább látjátok, azt látjátok, te Triszkák, nyilván Erki és Jár már is, hogy ő ott látja a füstön, és úgy vár, segítsen, már nagyon jó lesz, hogy ő igazából egy lábújhegyen áll, és mivel éppen, hogy eléri a füstöt,
ilyen nagyon hülyén kinézve itt lábújhegyen, oldalazva a fahoz lapulva megy végig, hogy valami lehet van itt, srácu. Most is kellemetlen érezni magát, ha nem gondolnád a világ legjobb ötletének amúgy, hogy így kicsit az orroddal, az idővel, Vakka, Én egyáltalán nem figyelek, én nem. Já, már tovább megy a füst, én látom tisztán. Csak tovább kell jutni nekünk. Ó, keresd még nyugodtan. Menjél, és így kicsit így látszik, hogy így oldalra dől a... Vagy rátámaszkodik az egyik ilyen polcra, ami egy kicsit megreccsen az ő súlya alatt, de... Hagyjam meg. De gonoszt videóra nézi a számodra teljesen egyértelmű. Hát az egyes, az egyes. Így van. Egy profi mód gondolom. Te mondod végig a, nem tudom, drakonik ABC-t, meg szavakat, meg próbálkozol. Mondd a fosan. Hula! Igen. Sakrosságok. Mondom az én nevét, a sárkány. Nem, az Asárdont, aki a itteni erődnek a izéje volt. Asárdonra sem reagálni. Asárdon cipráza ki a seggedet, hogy nem nyilol ki. Nem tudom, bárban ez bármi van nálunk. Hát, hogyha semmire nem fog reagálni, akkor majd szépen lassan visszaveszem a nyakláncomat, hogyha kijönnének, akkor ne legyen ebből probléma. Már amúgy egy idő után oda megy, már néz is mondja, hogy ezt lehet másképp is nézt. Megpróbálj tapogatni a falat, így ne hagyd a baján, hogy rendesen bizonyos helyeken kocogtatja, megpróbálja az ujját bele éleszteni bizonyos résekbe. Egy felnőtt parti vagyunk. A falon. Még szép. Láttál már falon pókot? És fűben nyúzi? Mi a vektor, Viktor? Megtaláltam meg felelőzést? Még láttok amúgy egy-két helyet, láttok ahogy így, tehát tényleg valahogy így megy ez, valamerre. Én ezt értem, csak hogy jutunk oda, amerre megy. Kell segítség? Kell segítség, jár már? Most már lehet, hogy én is érzékelem, hogy nem azért rohadt húsokba kéne matatni, hanem... Érzékeled abszolút. Tudok segíteni, jár már valamit? Mit? Alex szerint valahol van... Hát nem látod, hogy ott megy tovább a füst a falakon keresztül? Biztos van arra valami. De most, hogy mondod igazából... De. Ja. Igen. Mert jó, és akkor mit? Bontjuk ki, van egy számú csákány? Bontjuk ki. Van nem csákány, nincs. Feszítő van. Feszítő van. Megpróbáljuk ki, bontjuk. De van nál csákány? Hát van egy feszítő vasunk, nem? Tehát egy feszítő vasunk van. A polcot így jól láttam, hogy egy ilyen szekrényt így neki feszül, já már szinte könnyedén játszik könnyedséget, tol arrébb egy ilyen megpakolt polcot így. És mögötte van egy ajtó. És látszik, hogy valahol, mint egy ilyen cső gyakorlatilag fölül így egyszerűen így a füst az így viszonylag hosszabb részen így ki bukik, és utána így befelé egyenesen a falba. Cső keresztül. Nem, csak olyan formát. Ja, olyan, mint egy... Mint hogyha egy vízvezeték, vagy valami menne a lakásba, csak ez mint lila füstből, és így cső formában, és így megy be a falba. Konkrétan be, mintha semmiben menne neki, de be a falba. Mint a falba, mint igen. A tétlen megy. Vezeték, csak vagy így... mögöttem, vagy valahol, nincs lyuk, megy. Lyuk a fal? Jó. Szerinted is? Egyébként én nem vagyok egy okos ember, de szerinted is valami illúzió lehet ott? Amiben úgy lehet, hogy valami tehet, akkor oda biztos, hogy nem befele megy egyből neki. Tehát, hogy hogy tűnik el? Nem tudom, de hogyha egy illúzió, akkor biztos, hogy nem megy át rajta, vagy mi az, biztos, akkor hogy átmegy rajta egy fizikai dolog. Dobja át rajta egy követ. Jó, vagy valamit, amit találunk, mert nem biztos, hogy van kő. De valamit keresek. Valamit találsz. Ilyen rozsdás fegyverek voltak ott, meg pajzs. Az nehéz valami, kicsit.
Csak van ott egy rozsdástör. Valami tör, vagy valami... Valami a Szalir is megvágta magát. Hús, rohadt húst, vagy nem tudom, gabonát. Találsz, de mind találod ezeket. Abba a szobába, ahol a könyvtár szobaszerűség volt, amit találtunk, ez, ami szembe volt a vizével, nem tudom melyik laborral. Abba nem volt élő halt végül, ugye? Abba nem, amiben legelőször bement. Nem érzékeltél semmit, illetve szerintem abban te pont nem voltál. Én nem voltam benne, de hogy ők bementek abba a szobában. És abban nem volt. Nem hallottunk és nem láttuk semmit. Viset ő. Én nem voltam ott. Csak ezt mondtam. Hát azt mondta, hogy nem volt ott éről. Jó. Úgy emlékszem. Ahol visszamegyek hozzájuk, elmegyek a csávóhoz, aki a fény, akinél a fény van. Lepkinél. Elkérem a fényt, meg esetleg nézem, hogy mit csinálnak, de vissza akarok menni majd abban a szobába, abban a könyvtáros szobába. Hát, ha van ott valami, nem tudom, papír, tekercs, kulcs, valami, ami nyitja az ajtót. Belépsz ez a szobába, ami náluk van csukva volt ugye az ajtó. Uh-huh. Belépsz, látod, hogy közvetlenül az ajtó mellett ott állnak itt négyen is, és így nézik, ahogy így a falba megy be így a füste, és látod, és tíz igazából nincs is ötlen, egy pár méterrel van ott, és akkor így egyszer csak egy ilyen sózott, rohadt, nem annyira gusztusos patkány szombat így rádom a falra, placsan egyet. De eltaláltam ott, ahol bemegy a füst. Eltaláltam. Tehát pont el akartál állni pont ezt a lukat, ahol bemegy? Azt, ahova bemegy. Dobjál egyet, akkor célozd meg. 23. Dexterity? Abszolút, így van. Tessék? Dexterity? Dexterity, mondjuk. Akkor 23. Így van, abszolút. Így eldobol! Ugyanúgy a füst az egy picit, mint a tört, hogy megzavarodna, de attól függetlenül így utat talál magának mögötte, és így... Pedig jó ötletnek tűnt. Nagyon jó ötlet volt. De még? Akkor csákány. De merre... Kibontjuk hogy... a falat. Várja. Én közben akkor kérek egy kis fényt. Igen, nem jó az én állam, vagy... Csak visszamennék a szobába, valamelyik szobába, kicsit körbe kutatni. Nem ez a szoba. Mert nem volt az ajtó. Ki kell bontanunk az egész. Laborba elmenni. A laborban nem maradt volt, aki élő voltak, meg a másik szobába is, de volt ott valami könyves, nem tudom milyen. De hát ott élő haladtak voltak ott végig. Azért jöttünk ki onnan, hát nem, de hát ott a laborban élő haladtak voltak. Jó, van záron az ajtó. Vagy csukva. Becsukva. Hát nem tudom. Segítek neked, ha az van. Én eltalálni nem tudok ilyen dolgokat, rohadt hússal, de én, tehát, hogy a megoldásban annyira nem. Viszont, ha gondolod, segítek neked. Akkor elmegyünk ketten, visszanézünk abba a szobába. Ja. Én ülök és depressziósan nézem a falat, hogy mi. És ott hagyom nekik a feszítővasat, hogy Alex, ha mégis, akkor tessék. És kibontanád a falat, Alex. Ezzel ugyan nem hiszem, hogy kifogod, de azért itt hagyom, hát ha jó lesz. De kérem, vissza! És amikor halott távolságra érünk, bárhogy a többiek már nem hallják, akkor viszont elmondanék annyit Szalírnak, hogy ezzel meg vagyunk, és mielőtt még belépünk az ajtón, ha egyáltalán sikerül kinyitni, akkor mivel lassan el fog múlni rólam a varázs, és nincs több varázslatom, nincs több erő, hogy beátváltoztassam magam ilyenné, be kell, hogy beszélnünk kell. Jalmárral is. Ugyanazt a történetet be kell adnunk neki, amit Nelkinek beadtunk, és se a segítségedre lenne szükségem. Akkor is, hogyha elhiszi, meg kell győznünk együtt, illetve ha nem hiszi el, akkor viszont földre tenni. Értjük. Mennyi idő van még? Ezt Trisztán mindenképpen tudja, viszont Dávid annyira nem. Mennyi idő van még? Hány perc van még hátra? Egy órás, nem? Egy órás. Mennyi időt van még hátra? De magadra tetted a sárkány utáni csatakor, vagy a sárkány igen után. Igen, után. Akkor utána Jálmárral együtt voltatok, ott egy 20, csata. 20 perc, fél óra. Hát egy 10 perc már hátra, negyed óra maximum. Lehet, hogy vissza már egy macskára valami. Ja. Nézzetek, mit találtam! Ugye blabláncom vissza. Ma keresünk egyet. Még egy kb. 10 percen van még.
Úgyhogy, ha gyorsan, igen, és sietnünk kellene. De azt látom, hogy Erki az így nézi ezt a füstöt, ilyenek, hogy el van vele. Erki, szerinted bontsuk ki a falat, vagy mi legyen? Szerintem úgy sem tudjuk kibontani. Mágikus fal ez. Hát szerintem itt él egy gonosz varázsló, vagy mi a tököm. Igen? Nem hiszem, hogy mindig kibontja a falat. Hát, ja. Aztán lehet, de... De ha nem már... Már hallottam fal, nagyon csúnya dolgokat a gonosz varázslókról. Egy cucc, akkor lehet, hogy kibontjuk hátjuk. Élő halottakkal izé retket kapáltad. Ja. És tudod, mit teszik? Jó, én nem vagyok. Alternatív megoldás. Alternatív megoldásként ti visszamentek a laborba. És ügyesen, okosan tudjuk nagyjából, hogy hol vannak a... Mégis. Egy stealth-et. Egyes stealth-et. 15. Dobjatok egy egyes stealth-et. Basszus. Miért? Ez jó. Ja, ez az elentése van. 10 összesen. Na szerencse. Mentek. Te kicsit zörgősen. Még rá is lépsz egy kavicsra, de nem hallasz végül reakciót a környezettől, visszajutok a szobába. Amúgy Erki egy másik kavicsot közben talált, és ő maga is használta a Light című nevű spellt. És ott vagytok a könyvtárban. Hát, vagy a könyveszobában. Ott akkor nem volt tévé halott, jól emlékszünk. Mm-hmm. Jó. És most emlékszünk. Sincs. És most sincs, igen, jó. Oké. Okay. Hát akkor igazából így kutatás, bármi olyan dologra, azt mondom neked, és nem tudom. Investigation. Mit keresünk? Tekercs, kulcs, bármi, nyithat egy ajtót. Sárkány felolvasás. Lehet, hogy hiányzott neki egy. Sárkány. Te advantage-et dobjad, Bucik. Jajok, Szali. 15. Ez most investigation, vagy? Investigation. Akkor az 15 összes. 19. Mind a ketten, ahogy így kutattok, azt látjátok az elején nagyon sok számotokra érdektelen mindenféle botanikai, növény tanulmányozós tekercs. Ezen kívül vannak a alkímia, meg néhol anatómiai ismeretek, ahogy ott pakoláztok, viszont egy régebbi ilyen kupacban találtok ilyen rajzokat, meg mindenféle írásokat, amit te már hamar rájössz, hogy ilyen drakonik ABC jellegű dolgokkal van tele, meg drakonik ABC betű vannak ott, meg te is észreveszed, hogy valami hasonló lehet, és is nyújtott, hogy ez mi a szösz lehet. Nézzétek a rajzokat is, meg mindent, és így azt valami leesik, hogy igazából ezek ilyen történetszálak, ezek ilyen rajzok vannak ott. Lehet a végig, meg különböző ilyen írások, hogy ilyen nem kopottak, ilyen nem tudod elolvasni, hogy mik vannak ott, ilyen csak egy-egy ilyen szótöredékek, maximum tippelgetni tudná, hogy mik lehetnek azok. A rajzok azok, amik jól láthatóan ott maradtak és megmaradtak papíron, bármikor is olvasta ezt a, vagy készítette ezt a pergamennek a készítő gyakorlatilag rajzolója, ez nem ma volt. Közben egy háttérzenét majd Basti kérlek válts, elég ideig ment ez a fajta zene. Csak 3 óra. Ne. Jó, szóval igazából úgy összességében az ajtóval kapcsolatban, vagy a sárkányfejes dolgok, meg ilyenekre nem nagyon találunk. Csak ilyen tekercseket. Tehát ezeket akkor elteszem mondjuk. Ahogy nézed a tekercseket, látsz például olyat, ami mondjuk az egyik próbáról valami látszik, ez a kör alakú próbának ugyanazok a betűk, ugyanaz az egész. Ez nem az egyébként, amit a szobában láttunk? A kínzó szobában? Nem olyan történet? Nem az ugyanaz? Nem, inkább itt a benti dolgok. Itt a próba, amivel nem voltunk. Ja? A szöveges próba. Jó, ezeket elteszem, ezeket a tekercseket, vagy ezeket a pergameneket így összehajtogatom, de nem akarok sokat itt maradni. Úgyhogy igazából, ha ezt így értékesnek tartom, akkor igazából ezt az együttem, és vissza fogunk menni majd.
Én a botanikai könyvet tesz. A táskámba elrejteném és megyek utána. Így fölkérlek, hogy bukott erőd mélyén talált botanikai könyv. A legnagyobb kertész lesz ebből a gyerekből, és még csak meg se hal érte. És nyom keményen 6 pontot. 6 pont? 3 kiló. Abban minden benne van. Basszos. Hát nem egy ilyen, nem egy ilyen. Nem egy füzetke. Nem, nem egy füzetke, igen. Lexikon jelögi dolog. Visszajöttek ti. Tudás. És gondolkodtok el, ki közben kicsit elbóklászott a Jálmár pedig elkezdett nyomogni valami kis kaját, miközben nézi az ajtót, amelyre ti elmentetek. Na? Nem sikerült valami? Semmi ötletem sincsen. Ott megy be a falba, próbáltam tapogatni meg minden, de... De ennyi. És viszket az orrom, szóval bosszus leszek. Mi megfordulod, mit találtunk? Mi? Hát, te érdekes. A megoldó kulcsát az előző próbálat, amin majdnem ott ragadtunk. Itt. De várj, hogyha ott volt egy megoldó kulcs, akkor nincsen bármilyen... Nem tudom, én nem értek. Csak ezek voltak ott. Ő mondta. Ezek voltak, amik talán érdekesek lehetnek bármire is, de az ajtóval kapcsolatban nem volt egy ilyen a how to how open draconic door. Nem. 101. Ugyanolyan az a lila füst, ami a szobában, meg a sárkánynál van, mint ami a sárkány szemébe van az ajtón. Hasonlít színvilágában, igen. De nem ugyanaz. Mekkorák a gömbök? Jaj, gömbök. Ja, azok tényleg. Nem tudjuk kiszedni őket még mindig? Megpróbálom kiszedni. Megpróbálod? Dobhatsz egy erőt, próbáltam, hogy hát a sikerül. Kitépem és ránk omlik az egész. 19. Nagyon jó, neki... Hulk smash! Neki feszülsz, meg is van a megfelelő. Megfelelő mozdulat, úgy érzed, és kicsit lehet meg is mozdul. Kicsit nagyobb ilyen... Füstmennyiség kijön belőle, de ugyanúgy visszajük a helyére. És most nem, hogy látjátok, hogy nagyjából ugye a felénél van. A füst igen. Benne. Felúton járunk se. Semmi és most már van sérvem is. Semmi nem történt, ugye amikor megfogtuk minden igen. Semmi. Megy a felénél járunk. Megy a füst és kalizsára. El kell mennem vécére. Vagy... Mondja, Trisz. Mindjárt jövök. Jó, várjatok meg itt. Nem, mindjárt jövök. Nagyon rossz a hólyagom, kicsi, na, nyugodjunk meg. Úgyhogy kimennek az ajtón kívülre, és egy message spellt, már amikor nem hallanak, és egy message spellt szeretnék kasztolni Alexnek, és kb. Ugyanazt elmondanám Xalinak, hogy kb. 5 perc múlva egyébként le fog járni rólam ez a varázs, amitől még mindig így nézek ki. Ha ez megtörténik, akkor... De nem, igyekszem nem visszamenni addig. És okosan. Viszont... Jamalnak a meggyőzésére szeretném a segítségedet kérni. Válaszolhatsz el az üzenetre, ha szeretnél. Biztos menni fog. Egyes. Jó, hogy még nem dobtam ki. És én a... Megteszem a tőlem tehetőt. Abban a folyosónak az elején, ahol vannak ezek a rácsos szobák, ahol visszamentünk az elsőbe, annak az elején szeretnék ott még. Tehát egy kicsit talán a sötétbe, ott gondolom nincs hatalmas fény, áradat, akkor ott így megpihennék, és össze guboznék a földön, és egyébként nagyon-nagyon félek, de... Ott maradok, amíg, mert hogy már nincs kb. Megnézem azt percem. A kínzós helyet, hogy hát történt valami változás. Jó, az gyertek ki most utána. Nem, mondom, hogy mindjárt jövök, megnézem azt a kínzós helyet, hát történt bármi változás. Valószínűleg nem, de most egyszer élünk, egyszer halunk. És elképp teszek. Nem ész. Mondom, egy észlelés. Napnak itt állatok? Állatok? Nem, az úgy gondolod, hogy alapvetően így, amikor csak itt hirtelen a változást néznéd, akkor te sem
de nem veszel észre, hogy semmi nem tűnik úgy hirtelen, hirtelen másnak, hirtelen másnak. Viszont dobjál egy... Egy dextérbe. Valahogy ugye az egész szobának a... Kisugárzása. A kisugárzása egy picit más, így dobok van. Egy nem tudom mit, amit mondtál, de nagyon megdobtam. Mivel kellett dobnom, mert 19-et dobtam. Azt érzékeled igazából a környéken, hogy úgy... Nem annyira jellemző most már ez a hullaszag, mint ami eddig volt, ez a porsat valami. És valami hangot is, mint hogyha ha hallanál ilyen... Nem tudod pontosan, hogy mihez hasonlít ez a hang, de hogy valami alapzaj, mint hogyha ha lenne itt, és gyakorlatilag egyszer csak amúgy neked is így föltűnik, most így körbenéztél amúgy, hogy ilyen mindenféle ilyen sztorik, történetek, meg mindenek vannak így a falon itt az egész. Nincs felrajzolva egy történet egy sárkányajtóról, amit kinyitne. De, van fölrajzolva. Ez az! Mi a rák? Van fölrajzolva, ilyen... Fel kell áldoznunk egy drakonikot. Sárkányok állnak előtte, igazából csak ennyi ilyen drakonik arcok állnak előtte, és ugyanúgy a szemelnek az egész sárkányos valaminek az így nagyon, nagyon hangsúlyos az egész festmény, az egész freskón. Jó, visszamegyek hozzátok. Srácok, a nyúzós cucc megváltozott, és az ajtó előtt ilyen sárkányok állnak, meg ilyen drakonikok, meg dolgok. Nem tudjuk megmozdítani ezt a nyomvat szobrot? Nem tudjuk oda tolni esetleg? Lehet, nincs egy rohadt sinen, amit eddig nem vettünk észre, nem lehet oda tolni ezt a dolgot az ajtó elé? Vagy bármi, ezt a szobrot. Mennyire nehéz ez a szobor? 1-10-es skálán. Mennyire mozgatná meg egy 80 éves varázsló minden nap, hogy bemehessen a WC-be? Tehát, hogy körbenézitek, visszamentek, hogy mekkora ötlet, nem tudom, Erki, nagyon lelkes. Szóval nézitek, hát... Rájöttek, hogy igazából ez egy szobor, tehát, hogy valószínűleg egyszerűbb lenne a szobrot elmozdítani, mint kibontani a falat. Ezt megállapítják. Nagyon magas. Ha én is bemegyek a... Nézd meg a történetet. A történetet, így van, és hogyha annyira jellegzetes a szeme, akkor megpróbálok oda menni az ajtóhoz, és így benyúlni a két szemébe. Dob ki a legszépen egy perception-t. Észreveszed, hogy nem lehet. Nem rossz. Van az. 20 összesen. Ahogy te belépsz ebbe az egész szobába, és teszel pár lépést, és érzed az egész környezetbeli változást, egész környezetbeli, valami az atmoszférája más az egész helynek. Kicsit, mint hogy a szaga is így, most már nincsen tele annyira ezzel a csípős valamivel. És ahogy így körbenézel, és újra megpillantod azt a holttestet, ami így ki van teljesen láncolva, és ilyen rothadó, kínzó eszközök, minden. Ezt körbenézel, ott van még kettő ilyen felnőttebb, drakonik holttest, meg kettő ilyen gyermekibb, de szintén drakonik csontváz, és hogy mész tovább. Így látod, hogy a falon valami úgy kicsit úgy, mint hogyha valami lenne, és hogy így elindulsz felé, és kicsikét abba a szögbe mozdulsz, amelyikbe maga ez a kínzott test is van, egy felirat rajzolódik ki neked a falon, ami ilyen ezzel a lila füsttel, ami így kijön a falból, és így valahogy azonosítod is a zajnak a forrását, gyakorlatilag a füstnek van egy ilyen, ennek a füstnek egy ilyen kis, mint hogyha így eresztene. Picit. Nem túlságosan hangosan, meg nem tudom, de egy kis alapzajt ad a teremnek. Oké, ezt megjegyzem, ez drakonikul van? Ez drakonikul van odaírva, így van. Zászit. Ez ott volt, arra fele volt, ahol a kép a ajtóval. Igen, gyakorlatilag mellette. Jó. Mert akkor vissza somfordálok majd. És ezt elmondom drakonik nyelven az ajtó előtt. Ez az egészet. És
sárkány ellenség. Visszamész csak úgy teljesen simán. Hát azok nem olyan nagy távolság, nem tudom. Nekem kb. Most járt le. Vagy még van? Mostanában fog lejárni a dolog. Küldenék message-t. Egyszer az Alexek, aztán a Xalinak is arról, hogy most viszont visszaváltoztam, úgyhogy legközelebb már úgy láttak, ahogy vagyok. Úgyhogy amit kértem, amit beszéltünk, jó? Nincs egy normális kámzsas volt, hogy elrejtsd magadat. Mi? Halló! Megint? Halló! Amikor megérkezik az üzenet, akkor tehát nagyjából te kijössz a teremből, ott van éppenséggel Alex, ott áll Erki is, és Jámár is arra egy kicsit messze támasztja a falat, nyollakod, ezt egy kicsit elfogyott befögéssel jelzés. Oda megyek hozzá, és nekem viszont van disguise kitem, és megpróbálom elmaszkírozni annyira, hogy mondjuk... Még csak megkapod az üzenetet, még nem csinál semmit. Egyelőre még nem csinál semmit alapvetően. Csak most kapod meg az üzenetet, most jön ki. Jó. Most mondja el neked, te is. Egyre kijössz a szobából, ezt csinálod. Egyből odamész az ajtóhoz, és elmondod azt, amit láttál. Igen. Csinálok izéből. Jó, kijössz, léptelsz pára, te is hallod azonnal, amit ő mond. Okay. Én maradok a helyemen. Jó. Én meg mondom, oda mennék is, van disguise kitem, meg van hozzá proficiency. És nem azt mondom, hogy emberi maszkíroznám, de mondjuk csak rá tudok adni úgy egy ízét, egy ruhát, hogy mondjuk ne lógjon ki a nagy macska pofája. Ja, már az így egyszer csak te elindulsz így jobbra a labor fele, te pedig elindulsz arra fele, minden szólnak, hogy mi a fasz van, srácok? Mi történt veletek, hogy itt némán csak járkáltok? Neked is. Mióta vagyunk itt len? Vagy úgy érted, hogy neked is kell? Hát előbb Triss, aztán te. Uram, atyám, így működik az emberi szervezet. Vigyázz, mert lehet, hogy akár szarni is fogok. Mesteri időzítés. Abszolút. Én visszaválaszolom, hogy próbálok nyitni az ajtót. Miért úgy gondolod, hogy ki tudod nyitni? Hát próbáljuk. És mi a vált akarunk menni? Hát nem. Keressük még mindig Sir Bradfordot, meg a többieket. Jó. Én végül is készen állok egy csatára. Bár lehet megvárnám, amíg a többiek szarnak egy nagyot. Mielőtt ránk szabadítod az isteni ménykült a túloldalról? Az a baj, hogy nem nagyon van olyan hely, ahol mondjuk még lehet pihálhatnénk, szerintem. Miért? Bárhol lepihált? Bevegyünk, hogy persze, csak lefekszünk a sarkányokhoz, fetrengeni, simogatni egymást. Na mindegy, csak mondom neki. És megyek tovább az ajtó felé. És majd ezt elmondott az ajtónak. Jó, megtettem. Jó, buskáján. Te elmész szépen. Megyek elmaszkírozni szegény gyereket. Ja. Nem. Te elindulsz arrafelé, hozzá, te odamész az ajtóhoz, Erki az kétségbe esetlen azt se tudja, hogy mi van, nálad van mondjuk ő, úgyhogy elindul utánad, mondja, hogy nekem is kell, meg jobb azért világítani, te nem, te látsz, de... Jó van, Erki, gyere, kardozunk. Van egy hosszú kárja. Én adtam neki. Te adtam neki a kardot. Hát ügyes. Figyelj. Miközben már távolabb vagyunk. Trissről lejött az illúzió. És már nem tud varázsolni. Így megint felvette az elátkozott formát. Megpróbálok valamit kezdeni vele, hogy... Já, már ne boruljon ki. De körülbelül amikor ők ezt megbeszélik, akkor érsz a végére. A mondandódnak. És ugye, ahogy van, hirtelen az egész csarnokot folyosult egy ilyen kisebb, ilyen mélyebb dübörgés rázza meg. Majd így nem nyikorogva, hanem egyértelműen, amikor a nagyon-nagyon súlyos szikla így elkezd kinyílni befelé. Befelé az ajtó szépen így elkezd föltárulni.
viszonylag nagy hanggal. A levegő is rögtön így dombormű besajtó, azt tud egyáltalán befele nyíló? Te beesem, hogyha az egyik ilyen van a dombormű, a másikén meg egy ilyen lyuk, tudod? Jó. Ja? Nem. Mária? Szerintem nem. De, tudod nyílni. Mária. Abszolút. Képzeld el, hogy mondjuk így van a dombormű, és akkor így fog kinyílni az ajtó. De? Az egyik felén rajta van a dombormű, a másik felén nincsen rajta, mert nem középen nyílik az ajtó mindig. Elfogadj. Szóval lehet. Abszolút. Megtisztelsz. Megdobtad a persuasion próbát. Abszolút. Megtisztelsz. Ez a kalanda, ez nem jó. Hát befele nyílik a dombolműves, hát hagyd komolyan ilyen munkát. Sőt, ez még hagyján, hogy befelé nyílik a dombolműves ajtó, de most elmegyünk egy nagyon rövidke kis szünetre, és meglátjuk, hogy mit szabadított rá Xaldir a kalandozóinkra. 15 perc szünet. Ismételten üdvözlöm minden kedves nézőt! Folytatódik a Taverna negyedik része. Ne felejtsétek el, hogy az adás most jelen pillanatban felvételről megy. Augusztus 20-án nincs együtt a Taverna csapata, viszont 27-én jövünk újra élő adással. Ezért is az aranytalérok meg vannak kicsikét fagyva, de ettől függetlenül a szokásos módon tudjátok őket gyűjteni. A dobóvászon ott van középen, amit nektek köszönhetően tudtunk összegyűjteni, illetve megszerezni. És hát a kaland ettől még folytatódik, és hát újabb kihívásokkal kell szembenézzenek a kalandozók. Ugye a szünet előtt történt az, hogy Trisznek az álcája véget ért, illetve Xaldir kinyitotta az ajtót. Félreértés ne essék. Egészen biztos, hogy benne, hogy viszonylag nagy területen vált hallhatóvá az, hogy te kinyitottad ezt az ajtót, és ezt nyomatékosítván még a végén egy ilyen nagy döndülés is hallatszik, amikor eléri az ajtó a maximum nyitási távot. Ezt mindannyian halljátok. Te is éppenséggel belépsz a laboros terembe. De hol húztad meg magad? A folyosónak ott az elején, még a sötétbe. Az elején még már hogy úgy elején, hogy a rögtön a bejárattól jobbra. Első elején. Rögtön a bejárattól jobbra, így van. Tehát, hogy beléptek, rögtön meglátjátok tiszta, hogy macska szemekkel, nézd fölfele. Miért kezdeni veled valami? Jézusom, de! Most! Halljátok a döndülést is. De a következőt. Látod, ugye kitárult ez a hatalmas ajtó. És viszonylag nagy termet vélsz felfedezni. Ez viszonylag nagy, ez azt jelenti, hogy igazán eléggé nagy. Ez körülbelül azt kell mondani, hogy bő 30 méterre is elnyúlik. Van előre egy kavics, ami világít, és valami fényt biztosít, és nagyjából látod is így a még messzebb lévő dolgokat, de alapvetően van is fényforrás szemben. Lényegében, amit látsz rögtön egy elsőként, az, hogy vannak egyes oszlopok bizonyos távolságonként messze, ahol először egy ilyen kis vékonyabb, vagy távolabb látsz egy kis vastagabb oszlopot is, és valahol a terem végében föltűnik, hogy talán valami emelvény van, ilyen lépcsőket, mint hogyha azokat látnád, hogy megcsillan rajtuk a fény, és az emelvényen van valami humanoid alkat, mellette áll szintén másik kettő darab humanoid, akit látni vélszínen távolról is, és ami biztos, hogy valami iszonyatosan nagy, tehát hogy a dombormű, ami az ajtón volt, az sem volt pici. De ez gyakorlatilag itt távolról is már annak tűnik, hogy ez egy nagy valószínűséggel, ez egy hatalmas sárkány koponya, ami ott van a terem végében, ami minthogyha nem tudod pontosan, hogy van, de talán nyitott szájjal néz a belépőre, és minthogyha lenne benne valami dolog, ami ilyen lilás színű, és ott
és ott úgy van, ami előtt úgy áll a humanoid alkat, és ezt pillantod meg, feltételezed, hogy já, már is miután egy enyhén néma valamiért hallatszódó káromkodás nyom ki magából, mintből tölti a nyilvesszőjét, és rögtön megy is oda hozzátok, hogy srácok, para van! Hozzánk? Na, ah, hozzátok oda, srácok, para van! És éppen izé, smiley-t rajzol az arcon. Let's put a smile on that face! Hadd magyarázzam meg! Hossz történet röviden. Gonosz varázsló, megátkozz. Jöttünk leszedni róla átok. Akarod hallani a hosszat, mi? Persuasion? Persuasion. Persuasion. De nem... Hát az, hogy kilenc. Jó, de gyerekem nem egyes dobtam. Nem, hármat. Megint a hármas. Az egy szép szám. Ja, már hidnet kell nekünk. Ja, már egzisztenciális válságba kerültem, úgy nézem. Sneak attack. Meglepetés köp. Dobott egy kritikus tervnál egyből. Elnéz balra. Ez ugye annyi a puskája ott van a kezében. Látok, néz. Erkire néz. Erki, mondd meg neki. Erki így. Társai viszont. Mondja Erki, hogy... Mindegy. Én is nem régen tudtam meg. De nézd így ám. Ja, már így megdörzsödj a szemét, kicsit hátrébb lép. Feltehetőleg másképp reagálnék erre a szituációra, hogy éppenséggel nem most szabadította volna ránk Szalira gonosz varázslót is. Az összes szolgáját. Szerintem ezt beszéljük meg a csata után. Egy sörmel. Egymás hasznát vehetnénk még. Szerintem fogjátok be a pofátokat, és inkább próbáljunk azzal az izével foglalkozni. Ez nem illetlen volt, Jálmár. Meg kell, hogy hol jár. Ilyet nem mondtam. Én... mondja és elkezd lépkedni a... Ja, én is megyek. Szaladír felé. Megvárok mindenkit, és... Láncsára váltok, hogy azt majd a dobásra is tudjam, tehát, hogy így távolságiként az lesz most a kezemben. Egy jó kis javelin attack. Javelin! Hát! Tehát azt készítem be első körben, hogyha arról lenne szó, hogy hat vagy támadás, akkor azt már rögtön tudjam azzal kezdeni, hogy dobok egyet. Ja, készülött a kizét, előveszed a fegyveredet, kezdődik ez a jelenet. Hámárnak az ellentétes oldalán szeretnék mindig helyet fogni, de hát ha ő valahol lehet megy, akkor én valószínűleg minél távolabb tőle kettőnk között legyen valaki. Majd haladási sorrend. Ha eddig kétségeid lettek volna felől, hogy milyen egy megvető tekintet, akkor most már tudod, hogy ilyen, amit Jálmár úgy elsőként rád... Nem voltak. Rád felé dob, meghint vele itt szépen távolról. És... ja, hát szépen lassan. Nem tudom, mit csináltok. Hát felzárkózunk Szalérhoz. Ja, mert ő már hallottuk, meg. Hallottuk a dörgést, a robajt, a robaj szinonimáját, és aztán... És hogyha odaérünk, akkor már tudjuk, mi a dörgés. És egyből, izé, sietve én legalábbis
Igen. Az egyikünk futva jött, a másik. Mert Bears entrance. Szépen gyakorlatilag belépjetek ebbe a terembe. Mindannyian. Az egész szoba gyérfényekkel teli. Ez nyilván azokat érinti, akik nem látnak jól a sötétben. Akik jól látnak, azok is tisztában vannak vele, hogy igazából ilyen lilás-fehéresen égő fákják vannak az oszlopokon, amik egy ilyen folyosót ki... folyosót formálnak egyenesen. Nagyon magas oszlopokkal van tele ez a terem. Ahogy a belmagasságra azt mondjátok, hogy egy olyan 10 méter biztosan van, viszont szépen faragott az egész. Jól láthatóan ilyen opálos, fekete márványból talán van az egész design, néhol ilyen lilásabb, de inkább feketés beütéssel, és ez a lényeg, hogy ahogyan beléptek mindannyian a terembe. Denver, Dino, jó barát. Nagyon jól néz között. Kérnék szépen egy csata nézetet majd. Csata. Úristen. Harcolni fogunk? Minden streamben egy csata. Nos. Uraim. Pont így. Itt, ahogy itt álltok, ezen a részen. A zene is, nekem ő fog kelleni. Így gyakorlatilag a sárkány előtt állt egy alak. Itt van mellette még kettő. Ezt látjátok a távolból. A bejáratnál az a két alak egyértelműen felétek néz, és ahogy kicsikét közelebb léptek, ez a valami, aminek az ember alakú embernek igazából a szavaja, hogy egy kicsit még a termet is visszahangozták, vagy nem tudom. Így megfordul, felétek néz ő is, és mondja, hogy gyertek beljebb, nyugodtan elveszett lelkek, gyertek csak! Mondta, hogy jöttek! Mutatkozzunk be szépen! Oda pillantok Jámárra, és ilyen biccentéssel mutatom neki, hogy majd így menjen el erre. Amit ugye nagyjából láttam, hogy ő hogy harcolt a goblin főnök ellen, hogy így mindig eltűnt, meg így került, meg ilyenek, hogy ezt csinálja most is. Halljátok, hogy elindul az ajtó. Csukodik mögöttünk? Hát, gyakorlatilag igen. Nice. Befelé szépen így... És itt kiebb kell állnotok. És kizárt. Jól emlékszem, hogy az utolsó csata óta mi nem pihentünk, ugye? Egy kicsit sem. Rohadtul nincs, hogy szújtkos spellem sem. Hol pihentünk volna? Az a baj, hogy nem tudunk sehol se pihenni a holttestekkel teli szobában. Nem merek, ugye, a élő halottak már szintúj, nem akarok aludni. És legalább itt van egy Hjalmarunk, mert ha mondjuk pihentünk volna egy teljesen szert, akkor nem veszik be a dolgot, mert nincs engem valószínűleg. Elhagytam. Na, akkor jobban dobsz. Az a baj, hogy rá kell fegyatkozunk be, hogy a meggyőzések mestere. A hazugságok császár, én vagyok Szájrik. Még nem belehet. Szóval... jelzel ezt Jámárnak. Mondjál valamit? Mondjál. Az illető pedig mondja középen. Gyertek csak nyugodtan, gyertek csak mind az öten. Hadd lássalak titeket jobban. Menjünk. Én Redisbe megyek elő. Ja, én is. Előhúzom a rapier-met. És azért nyomnék így, nem tudom, azért körbenéznék így, jó, hogy nincsenek a csapdák meg ilyenek. Szóval tudom, hogy nincsen csapdakeresésem, de azért óvatosan figyelmesen nézném, hogy van-e valami 18, meg egy 19. Látok-e valami csapdát előtt? Jó. Mentek szépen előre. Gyakorlatilag mentek errefelé. Ja, már egy picit megpróbál erre felé menni. Erre kék szokott lenni. Ja, már megpróbál arra felé menni. Erre így szépen lépkedtek. Szerintem a zöld a jámár.
Nem az elkiszokott. Igen. Együtt. Akkor viszont én itt lettem volna, mert azt hittem, hogy a zöldre jár már. Jár már, jó? Ja, akkor Erki meg én vagyunk el. Ja. Oké, okay, jár már amikor elép, akkor mondja amúgy az illető, hogy nem muszáj kerülő úton, de hogyha ott szeretnél, akkor gyere nyugodtan! Eltévedt lelkek. Ez nagyon-nagyon. Eltévedt lelkek. Hagyjam még beszélni, vagy ingen. Dobjam át a lándzsával. Szerintem dobd át a lándzsával. Kérdezzük már meg, hogy tényleg egyáltalán mit csinál itt? Jó uram, mit csinál itt egyébként? Zombit a kertet kapáltatok. Te magad észreveszed amúgy, hogy ahogy jöttök itt szépen előrébb, mentek. Itt oldalt van kettő csontváz, aki jól láthatóan kicsikét ilyen, hát csontvázosan, megfáradtan, de azért így ember egyébként néző. Fönti, tehát hogy azt gondolom, hogy a csávó az ember, aki eddig beszélt, de aki mellette áll az a kettő, az is ember, vagy az csontváz? Mindenki ember, aki ott van fönt, ezt most már látjátok, messziről. Látjátok messziről, ahogy közelebb mentek, azt is látjátok, hogy a mögötte levő hatalmas sárkány száj van, ami tényleg elképesztően nagy. Nem láttatok még ekkora sárkányfejet, egyszerűen csak a legendákban hallhattok arról, hogy egy sárkány ekkorára meg tud nőni. De talán egy-két ilyen nagy sztoriba, amikor kicsit túlzásba estél, akkor mondtál ekkora méretekben, még lehet, hogy nem is hazudtál ennél nagyobbat, az az igazság. És látszik, hogy a szájában van valami, ami gyakorlatilag egy kőszerű valami, ami világszínben ragyog, lüktet, néha ez ilyen mély, sötét lila, néha világosabb, így pulzál egyszer-kétszer. És ott megfordul az illető. Van mellette kettő alak, az egyik, az egy viszonylag nagyobb, izmosabb testalkatú úriembernek tűnik. Egészen jól kimunkált páncélja van. Kezében egy kard, és már ide sétált a lépcső tetejére ő is. Ugye itt végig ezen a részen emelvény van, itt oszlopok vannak, különböző fákják, amik lászint kölcsönöznek az egész teremnek. Mellette pedig, vagy pontosabban mögötte szintén ott van egy nő. Hogy hívják a két keres? Balár, nem Belár. Béláim az úrban. Mindjárt mondom, már hogy nem Trisztán, hanem Dávid. Megmondja neked. Mert te is tudod, mert már hallottunk erről. Belák. Merre van Belák? Fantasztikus, hogy jöttetek! De tényleg megkérdezném, hogy jó uram! Utazók! Szabad megkérdezni. Mi ez? Hogy miért itt végzi ezeket a dolgokat? Egyébként nagyon szebb. Figyelemre méltó a kertészet, és szeretnénk tanulni egyébként, de el is tettem, ha nem haragszik, egy könyvet. Semmi más nem dobtunk el, viszont ez nagyon érdekesnek tűnt. De szeretném az megkérdezni, hogy kikölcsönözhetem ezt a botanikai könyvet az úrtól. Föl is ideges, kívánom. Ó, gyermekem. Nem bántottuk a csontvázokat, nem csináltunk semmit. Nem loptunk el semmit. Ez nagyon kedves tőled, kifejezetten. Még finomabb lesz lelked Zassit oltárán. Ó. Amelyre önként nyugodtan járulhattok az isteni hatalom elé. Áthathatjátok magatokat az erőnek, amely elsöpri úgyis a világot. Nagyon jó, hogy jöttetek. Előző szolgáim már úgyis kicsikét megfáradtak. Belőletek is fantasztikus híve lehet. Ja. És Zászit? Uramnak.
Merre vannak a belárdok? Kezdeményezni? Én belekezdeményeztem. Még megkérdeztem volna, hogy merre vannak a belárdok, lehet a kérdőjét megkérdezni. Megkérdezheted, de tőle még kezdeményezünk. Lehet, nem fog válaszolni. Így van, akkor kezdjünk el kezdeményezni. 13-nál jövök. De ez momento egy meglepetés támadás, per favor. Nem, nincs meglepetés, hát látják, hogy bottak az embány. Alex, Triz, Xalir, Jalmar, Erki. Két csonti, egy név, egy csávó. Egyébként az nem Sir Bradford, tehát nem vettem még észre Hármár, hogy itt van ős ellensége. Megkérdezett tőle? Hát gondolom, hogy fel kiállt, hogy Bradford. Vagy nem tudom, hogy... Még ez nem történt meg egyedül, abszolút. Jó. Ez... Hát nem kérdezem, meg nem akarom lebuktatni. Megkérdezem, hogy jól vannak a bélákok. De ő a bele. De bazzak, de hát én azt kérdezem, hogy a kalandozó csoport, akiket meg kell menni. Ja, az nem az, az a Hukrelen. Hukrelen. Sárvin meg Targa Hukrelen. Azaz. Hol vannak az ukrelék? Hukrelék. A top klubban. Ükrelék. Vannak a székleték, mi? Biztos, hogy beláldoztam már őket a bocsába. Nem biztos egyáltalán. Lehet, hogy ők az, ő az a kettő ember, akivel ők van. A csámper. Kérek szépen tőletek kezdeményezés értéket? 11-es. Xalir 11, Triz? 23. Alex? 13. Te speedes macska állat. 17 meg ott. Egy karakter, papír, minden szarsz. 5 ellenség, 5 különböző ellenség, 4 különböző ellenség, 5 karakter. Legalább. Remélem, itt a papírnál jól hallatszik minden. Abszolút. Ja, már megdobunk egyet, így nem kettő lett. Újjá már. Akkor dobunk egyet Erkinek. 7, meg most. Ja, már! Ne. 7, az is, akkor jár már van előbb. Akkor dobunk mindenki másnak. Utána meg kell, hogy jöjjük jár már valamit. Megkötözzük. Először. Én nekem nem. Gudok vagyunk alapvetően, nem gondolom, hogy meg akarnánk őrni. Én egyetlen akarnám meg őrni. Inkább nem tudom, leütni meg dolgok. Azt mondtam a... Ja, de hallottam, nem, de azt mondtad, hogy meg kéne ölnünk Jálmárt, ezt mondd nem úgy hangzik. Most, hát most ezt mondom, ezt kérdezem. Ezt kérdezem, meg kéne ölnünk Jálmárt? Hát igen, de nem akarom. Mi az van? Hú, ez jó, az a szék. Nobel chair. Szellem. Fizetett promóci, vagy fizetett promóci? Bárcsak. Jó kis zamzunk. Semmi nem fizetett promóci, nincs. Oké. Na. Az első kört megkezdi. Triz. Meglepődtem volna, nem? Mi volt? Pedig... Mit mondott? Milyen istenséget mondott? Zeram? Zeráf? Vagy valami ilyesmit mondott? Bumban. Varázsolj már rá valamit, hogy megtisztuljon. Milyen istenséget mondott, hogy Altolatárán a finom lesz a lelkünk. Vágd hozzá a botanikus könyvét. Mit tud ajánlani? De, tehát az akcióm az, hogy ha bárki támad, akit látok, uh-huh, bárkire, akkor arra rákasztolnék egy fireboltot, tehát így redizek. Uh-huh. És mi a trigger? Hogy a bármilyen ellenséges támadás. Mi az, hogy bármilyen ellenséges támadás? Hát egy kicsit specifikusabban. Hát ha mondjuk ő megtámadja őt, vagy bármi tűzét, oda jönnek és atak, hát atak. Aki mozogna a csonti. Ez első alkalommal, ha valaki megtámad valakit csinál az ellenfél, igen, közül, akkor az oké. Okay. Akkor arra egy. Okay. És nem tudom, belefér a bónusz actionként elkúrjantani magamat, hogy és mit tud ajánlani cserébe ez a te istened? És... Oké, okay. Te bekészíted a varázslatodat. 23-mal a következő ember... Péter a nekromanta. Péter. Béla. Barnabás. Béla, Barnabás. Barnabás. Csak vicceltem a sírásot helyezte. Na jó, igen. Oké. Okay. Azt mondja, hogy...
hamarosan megtudod. Megtudhatod. A reklám után. Te és... Igen, mondom már is. Gyakorlatilag a range, igen. Ide varázsolj szépen, hogy van 1-2-3-4, 1-2-3-4. Itt szépen mindenki ebben a körben, azaz ti. Fogja magát, elkezd varázsolni, elkezd valamilyen varázsigét mondani. Majd onnantól kezdve, amikor a kezét fölemeli, a földből hirtelen ilyen gyökerek jönnek ki, amik mindenkinek a lábába szépen belemennek. Mindenki dobjon egy strength! Strength! Jó, saving throw-ot! 16. 22. 19. 15. 15? Ki van még ott? Ki? Erki, ugye? Erki. Aha. Hát ki van ott? Hát Erki! Ki lenne? Erki. Ja, értem. Erki. Oké. Okay. Szépen mindenkit elkezdi a lábán, mindenit így ráfonódnak a gyökerek, próbálja lehúzni egy pár másodperccel meg azzal, hogy gyakorlatilag megpróbáltok kitörni ebből az egészből. Nem jó fej! Nem jó fej! Mégse jó fej! De mindannyian kiszabadítjátok magatokat. Gyújts fel a picsába, ez támadásnak számít. Ez... spell attack. Így. Lőj. Hát lősz egyet feltehetőleg, ugyanis nem... Ég a nekró, ég! Ne aludjék! 6 plusz 6. 22. A kirángot? Hát aki támad, tehát a csávó, a Belák. Na, Bélek. Az volt a, hogy aki támad. Jó. 22? Mi? A támadás. Spellatak. Támadás, spellatak, már is mondom neked. Belák 22. 10-es. Találjon be, mert el fogod találni. 4-es atakom van. 8-es. Nem döfem le. Egy 8-as fireball, te kurva, mint a kezdet. Eltalálod. Tudod mit? Baszd meg! Szépen elnyomod a varázslatodat, és nagyon szépen eltalálod. Látszik, amikor így koncentrál és próbálja tartani a gyökereket, így ellövöd, és nyilván ennek köszönhetően is, de amúgy is kiszabadultatok, kicsikét így hátrébb is löködik. Válaszolj már rendesen, Belák! Emiatt. Nem tanított meg az anyád arra, hogyha kérdeznek, válaszolja. Következőként jönnek a csontvázak, ők nem csinálnak mást, mint ide, és ide. Támadnak egyet. Kezdjen mondjuk a Józsi jobb oldalt. Józsi a csontváz. Támad egyet. József a csontváz. Erkire. A másik meg Attila. Erkire támad egyet. Nem, 11-et. 11-et támad rá, az elég durva, akkor az egy monk. Elég durva, ugye? Wow! 200-os szintű. És el is találja Erki. 11-en Erki, bazeg, mit hord? Ádám kosztümöt. Ja, mert kéne megölni, és akkor nem kell vele szenvednünk a jó jellemünkkel. Buffolom a izét. Mondjatok nekem kérlek szépen HP-kat. 12. 18. 19. Xaldir 19. 12. Az az aktuális? Az aktuális, igen. Aktuális, igen. 18. Majdnem annyi plash. Tábér, mint a tank. Én ilyen vagyok. Cinkert kockát. D8. Gyú nagyot rásújtanak Erkire. Föl nyűszít egyet a fájdalomtól. Szépen ez a csontváza, hogy elindul felé, Erki fölkészül, hogy ezzel a hosszú karddal valamit csináljon, és pont így reagálna egy védekezésre, de szinte minden további nélkül így arrébb üti a kardját a csontváza pajzsal, kicsit be is akasztja, és így végigvágja a mellkasán egy nagyot. Egyértelműen ez fájt neki. Miközben a másik kolléga megpróbál téged. Sándor József Beneflek. 14-ese gondolom nincsen meg. Csontváz harcos meleg. Úgyhogy kivédette a támadását, egyetlen lepattan a pajzsodról.
következő ember volt, ő is 16, 15, 13 lesz szerintem a következő, Alex. Évok. Hát mit csinál Alex? Alex. Csak segítenék szegény Erkinek, ezért megbölködöm a csontit. Gondolom, hogy 9-el nem talál. Nem, nem talál, nem. Mellé megy. Javaslom, hogy a cantripeid, de csinál illúziókat valamit, mert ha hármasokat dob, akkor papi a csatából. De egyébként itt kéne dobnod, mert mindenki nagyon jókat egyáltalán. Dobsz. Dob be. Egyáltalán nem. Egy, amúgy tényleg itt suniba dobod ki a hármasokat, elsőszik a nézők amúgy. Azt hiszik, hogy cinkeljük, hogy izgalmasabb legyen, meg lassabb. Esze van az nekem. Hogy izgalmasabb legyen, meg lassabb. Igen, akkor következő 13-as után szerintem Xallir fog jönni 11-essel. Így van, ugye a bekészített lányzsát dobnám, ez mennyi? 5, 10, 15, jó, akkor megvan, te 20, 20-on belül nem kell diszatentőzsel dobni. Kire, kire dobod? Rálátok a Bélára? Rálázza neki, lesz fedezéke. Aha, jó, akkor viszont nem a Bélára dobom, hanem rá. Oké. Okay. Aki jön, ne le a lépcső. Oké. Okay. Egy tiszta 20 vagy? Nem, ez sima 5-ös. Oh. Ez így viszont kell, és 11. Jó. De nagyon rémisztő. Nem, rád, csak ugye 9, bocs. Jó, ez 9. Lényegében, ahogy jön a lányzsa, gyakorlatilag észreveszed a fény hatására is amúgy, hogy az egész bőre, meg minden amúgy ilyen furcsán, ilyen kőszerű, meg kicsit... A csávónak? Nem faszerű, igen, a csávónak. Valami Bárksz, olyas, mint ami amúgy, mint ami ilyen... A te bőröd lenne, hogyha a pikes lenne, és egy kicsit elhalna, és nem tudom, az egész így megkeményedne valamivé. A lényeg az, hogy eltalálod ezzel a lányzsával, de szinte innen további nélkül így lepattan róla így, mint hogyha nekidobtad volna a falnak. Gyakorlatilag az egészen. És fegyverránt is forguk a bizére a csontra. Csinti csontvázra. Oké, okay, rendben. 11-es volt, akkor most jön elméletben, igen, ő maga, ő azt mondja, hogy... Még egyszer már elkasztolt egy ő jön szépen, ő jön, és miután ezt csinálta veled, azután oda megy. Így van, egy kicsikét így el is mosolyodik, lép kettőt neki fut és csap rád! Nem kéne ilyen jöventeket csinálnom. 24-el eltalál, igaz? Így van. Ez az! Na és a sárkány buci kitok, megint lefeküdt a második karaktered. 7. Az szép. Na, figyelj, mi legyen a taktika? Trash igen, próbálsz kivenni, de egy picikét így beijeszt, és pont nem talál el a ritmust, és szinte könnyedén átszúrít beléd egy nagyot, és ki is húzza, és arrébb táncol a fegyverével. Oké. Még jár már, meg még a nőci. Következő. A nőci, tehát mit csinál egyáltalán? Tényleg, ez magán is lehet ilyenkor, nekromanta is. Kell neki egy kis nekromantika. Az összes sötét varázs meg van általában valami a szektás izéje, ahol ne hűjtél sajok, és az összeset meg szerelmes. Jál már elmozdod ebbe az irányba így. Megpróbál bonus action-nel csinálni egy hide-ot. 11 plusz az ő stealth-e 16, az a perception-nel szemben bőven megvan. Jó, de jó. És támad egyet, kire támadjon Jálmár? Bélára, egyértelműen. Szerintem fókusz, de boss, felkaszter. Boss a Béla? Bélát itt ne keresünk. Belákot akarjátok a gonosz varázsdot? Így van. Akkor őt támadja egy milyen puska lövéssel. Egy tiszta 20-as. Az. Eltalálja egészen biztosan. Figyelj, nyomtunk meg benne egy vagy nem volt neki. T6 plusz 3. 5? 8-as. Szép, a 16-os. Rásagasztunk. Eltalálja. Ez egyetlen 8-ot, ugye? Oké. Okay. Fáj neki rögtön a tűz után, még kap egy nyílveszőt is a vállába. Igen, 6 másodpercen belül az elég szar érzés lenne. Igen, kifejezetten kellemetlennek tűnik ez így első ránézésre.
És akkor... jön Erki. Még nem csinált semmit. Erki még nem csinált semmit. Csak belé vágtak egy, ja. Egy rothadó fengét. Erki nem örül magának. Kifejezetten szomorú, és neki egyetlen egy varázslata maradt, ami első szintű. Fölrobban minden. És az is egyébként a Thunderfall. Ő nem tud izelni? Ő nem tudja az élő voltakat elősni? Vagy az már rég volt? Csak attól függ, hogy az szintű nem. Lehet az is hármasnak kapja meg. Fogalmam sincs a papról. Elnyom csak saját magára. Na. Bónusz actionként. Lakkoló. Egy Sanctuary nevezetű varázslatot, ami igazából bonus action neki, úgyhogy ezt el fogja tudni nyomni. Az egyik mindenkinek, aki megpróbálja őt támadni, vagy Handful feltenni rá, annak Wisdom Saving Throw-ot kell csinálni, ha elhibázza. Sanctuary ilyenkor egyébként, hogy ő el is tűnik? Nem. Az megint 3 pont. Na, van egy ilyen spell is. Akkor lehet, hogy ez a Greater Sanctuary, amikor átkerül egy ilyen... Csak itt már nincsen greater spell az öte. Csak így pont lehet. Úgy van. Az ennek, hogy ezt megcsinálja, majd ezt követően hátrál ide egy lépést. Ez még benne van ugye. Hát nem, ebben nem lesz benne sajnos. Itt is van egy ilyen hatós sugár. Úgyhogy nem hátrál, mert nem akarja megkockáztatni természetesen a dolgokat. Úgyhogy dob egy szokásos fény csóvát a csóvntváz ellen. Csóvi, akinek kell csinálni egy dexterity saving throw-ot. És megdobja, úgyhogy mellé megy. Áh, Istenem! De ő innentől kezdve ilyen. Oké, kérem szépen következő ember. Nem. Következő. Amit láttok. Lydia. Amit láttok, hogy egyszer csak a csontváz mögül... Csontváz mögül, valahol eddig, sőt az is lehet, hogy a csontvázon volt rajta, egy béka előkerül. Ez nem akármilyen béka, ez egy kifejezetten nagy béka, ahhoz képest, amit egy béka méretéhez képest megszoktatok. Tehát, hogy egy kb. Egy ilyen ekkora béka. Egy óriás, a blue-t, aztán egy a béka. Óriás béka. Dré kuci. Azt mondja, hogy brek. Brek, így van, azt mondja, meg. Brek, így van. És azonnal... Hol van a breki? Így van, lejön. A harci béka. És azonnal így... Brek. Egy, kettő, három, négy, igen. 20 lába, így... Brek. Azonnal ráugrik 20 lábat arrébb. Majd ideugrik így... Belákat. Majd ideugrik így... Brek. Téged állnak körbe, téged szeretnek ezek. És... Rád fog támadni? Milyen béka ez a kúrva? Kilkos béka. 21-e megvan? Persze, hogy megvan, 18 az arcig. Jó. Kicsapja gyakorlatilag a... Szerintem? A nyelvét, amivel megfog téged. Nem sebez rád semmit. Mindösszesen egyet. Viszont megfog téged. És grappled lesz a szituációd. Alapból nem. Sikerült, eltalált téged ez a hatása az ő támadásának, hogy grappled vagy. Kijöhetsz utána majd a következőbe, valószínűleg ki is fogsz könnyedén jönni, de te jelen pillanatban grappled vagy. Bék, az démon. Nem érzékelted ezeket? Ja, ne, az csak egy körnek volt. Az csak akkor? Ja, értem, azt hittem ilyen időre. Oké. Következő, most jön a kedves barátnő, vagy a nő, aki ott van oldalt, ugye, és nem csinál más, mint neki így van, még mindig csak ezek a varázslatai vannak. Fogja magát, elkezd kasztolni valami varázsigét, ilyen mély hang jön föl a torkából, egyáltalán nem nőies, és megjelenik három darab ilyen kis éles dárda jellegű dolog előtte, amit utána szépen irányít. Először a kis lény felé akarja, Erki felé. De nem Erki felé fogja irányítani, hanem irányítja ezt, kérlek szépen, a nyílpuskás Jalmár felé. És ugye
ez ellen nincsen szív. Mert ez Magic Missile. Magic Missile, igen. Faszomat. Jézusom, ne gyakorlatilag így elrepül mindegyik, és Jámára, hogy kilőtte Belákra ezt a lövedéket, egy kicsit örül is, de azonnal kap három ilyen lövetet. Saját magába. Ennyi. Benni. Következő. Észreveszitek, hogy innen szépen lassan, nagyon csoszogva, innen hátulról, itt is valami mozgás van. Bájpulunk. Jó, de legalább a kövi ránra megvesznek a spellek. Tehát, hogy gyorsan föléletünk, akkor utána meglennek a spellek, és akkor már spellel tudunk bejönni, érted meg. Következő rára, így van. Igen, meg a kovácsot látogassuk meg, hogy ezért kikupálja. Igen, igen, igen. Eletelt az első kör. Akkor cica fiú jön. Triss, így van. Te kezdesz. Szeretném először is a homokúrát megállítani, meg egy olyan helyre mozogni, mondjuk ebbe a sarokba, van ahova, hogy mondjuk ide, hogy fedezékből legyek, mondjuk ebből a kettőtől, igen, mondjuk ennél, emögött. El fogod hagyni a kör. De neki nincsen, nincsen benne. Vagy melyik vagy te? Ja, bocsánat, azt hittem a lila vagy. Mert hogy ő vele harcol, csak azért gondoltam. Akkor ez működik? Nem, mert benne vagy az öt fit sugarában. Ugyanúgy el fogod hagyni, lesz neki lehetőség egy reaction-re. Akkor lőd le a csontvázat. Ja, ne a csontvázat, az izit. Az boss. Hát jó, én az előbb láttam, úgyhogy ugyanott vagyok. Valószínűleg most is ránáltok. Akkor viszont ezt tudván, hogy ott izé kalimpol a csontváz haverod, akkor... Ne aggódjatok amúgy semmiért, hiszen van egy Wild Magic varázslótok, aki nagyon sok mindent tud csinálni, csak igen, dob maximum a táblázaton mindig. Nem, ez hát ha jön egy szuper segítőkész unikorn is. Hát figyeld, ezt múltkor ugye beszéltük, hogy szeret, vagy ha dobhatok, ha úgy van. Hát csak nincs első szintű varázslatod, de hogy az izé... Attól függetlenül... A Wild Magic Search... A Surge, az, ami... az mi is? Hát az amikor... Ja nem, a Tides of Chaos az amikor... Te most melyiket akarod, mert azt hiszem valahogyan tudsz valami varázslatot előszedni, azt tudom a sorcery pontokkal tudsz... Sorcery pontom már nincsen. Slotot egy van, gyártani. De abból kettő kéne, hogy egy level 1-es slotot most csináljam. Most léptél egy szintet, abból egyet kaptál? Egyet kaptam, de kettő kell ahhoz, hogy egy jó, level 1-es slotot csináljak, úgyhogy az gyakorlatilag csak... Metamágiára tudnám elhasználni, de azt még ugye nincsen, mert nem kaptam. Úgyhogy ezzel az egy pontommal nem tudok semmit csinálni, viszont a Tides of Chaos, ha lehet, akkor tudom használni, mert ugye az a lényege, hogy majd a következő level 1-esnél üt be. Vagy amikor te azt mondod, hogy beüssön. De ha nagyon rosszat dobok, figyelj, mindenképpen használnám. Figyelj, én őszintén, tehát hogy itt most te a Tides of Chaos-t gyakorlatilag bármennyiszer használhatod, én pedig strigulázok, és onnantól kezdve, hogy lesznek első szintű varázslataid, onnantól kezdve lesz 3, 4, 5, 6, akkor 7, már x fel. Alkalom. Igen, igen, mert egyet már... Egy más szinten föl van nekem strigulázva itt múltkor. Egyszer pluszba csináltam. Úgyhogy így igen, működik akkor... Ez így, oda van írva, hogy egyes szintű varázslatnál te ezt végtelenségig feszíteted, és utána lesz egy olyan kaland, amikor lehet, hogy ötször fogsz rajta. Jó. Csinálni. Hát akkor támadnám Belákot. Ő Firebolt-tal ismét csak. Ha lehetséges ez. Imádja a tüzet. Szerintem már kettőt kapott, nem biztos, hogy sokáig fog az állni. És hát akkor a csontvázak azt mondják, hogy a druidikák. A druidikák. Hol vannak a druidikák? És Tides of Chaos használsz? Vagy csak úgy simán? Vagy eldöntöd, amikor nem, hát még mielőtt én megmondanom, hogy talál-e vagy se, az előtt, igen, eldöntöted abszolút. Igen, az az, hogy működik, akkor támadni. Támadhatok? Szeretnék! Egyes de volt. De várjál. Egyes volt szeretni. Jó, de ha egyes, akkor nem újra dobod, nem? Hanem hozzáadsz, azért, vagy mit csinálsz? A Tides of Chaos, ez mi pontosan? Hát az, hogy advantage-el dobom, ha. Ja, advantage-el dobod, oké. Okay. Dobta egy egyes, aha, komolyan? És egy tízes, az 16. És akkor írj fel egy strigulát. Fölírtam, én nagyon szívesen. Fölírtam egy strigulát, és 16. Sebezkedek szépen. Oh, well, hello! Hello, Mr. Sebzés. No, ott megint! Nem semmi. Helyes. Föl ordít a fájdalomtól, Belák! Jámár, ismered ezeket az embereket? A kérdés, ami... Vízilovak mind. Esetleg találkoztál már velük? Nem ők azok? Belák azt mondja amúgy, hogy...
beleg vagyok és fáj. Ezt még megbánod. Szépen. Híres utolsó mondatja, belátok, és ezt fogjuk a sírjára. És megérinti saját magát. Fúj. Ezt nem adja ki. Ezt a hangot saját egy magában. Mennyit sebeztünk? 308, az egy 24 HP-s Leo. Jó, rendben. Na, szóval kinek milyen lesz a következő karakter? Az is szép megkérdő. Oké. Okay. Ez megtörtént az ő részéről, az ő köre letelt. Amúgy pedig, ő itt volt eddig, ő szépen ide vonul a háttérbe. Ide vonul a háttérbe. Míg a következő ember szerintem nem más lesz, mint a csontváz. Így van, a csontvázak jönnek. Első Erkit akarja megtámadni, és nem sikerül neki, hanem Alexet fogja megtámadni. Sanctuary van az Erkin. Felhasználót váltott a rohadt. Így van. 13 a benn van. Bent van. Csontváz rád ver egyet, azt mondja, hogy... Ott dobj. Bármilyenek. Milyen szóval mennyit ott dobj? 3. 3 HP? Nem tudok sárkány. Hol lett a karakterlap? És... A következő az a másik sárkány, aki téged támad. Sárkány. Hármat mondtál, ugye? Másik csontváz, így van. Viszont sajnos neked van egy grapplod, így van. Advantage-ja dob a csontváz? Bízunk benne kettesre, nem. Vagy hármasra. Nem kapsz izét, csak nulla a sebességed, és semmit nem tudsz csinálni. Úgyhogy... Mellé megy, csontváz mellé, de le van költve, meg nem tudom, de tudsz úgy boldog, kitáncolni a páncélod így, az egész ilyen nehezen mozog, de azért kihöz belőle. Szalír! Szép volt, csontvázak megvoltak, 15-15, és most jön Alex. Így, hát akkor csak visszadöfnék annak a csontvázokat, tudja már ide, eljön. Ide döfje vissza, ide. 11! Túlment, de... Jó, az 15! Nagy részét eltalálom. Ez az, 15-tel eltalálom, anya! Két kalandót elő, két adásot először. 4 meg plusz 2 sebzésem az 6. 6-os. Én mondom, 6-os. Hova jöttem fel, hova jöttem fel, nem mennek itt fel. Mennyi volt, bocsássunk még egyszer. 6 dimigi. Hú, és még ott jelzi a izéket? Ah, a HP-t meg minden. Oké. Okay. Meg még... Mi ez? Karakterprop. Aha. Hát, igazából ilyen rendesek leszünk. Magadnak csináltad, meg tudsz szerint egy szintén nem. Eltaláltad! Következő ember, 13-ot Alex, van előtte valaki? 11-es Szalir. Hát akkor először, igazából ez egy egész action lesz, gondolom, hogy ki akarok jönni. Ez egy egész action lesz, jön a kiössze grapple-ból. Nem lesz disadvantage, úgyhogy úgy csak azt nem azon gondolkodom. Nem tudsz mozogni semmit, úgyhogy... Hárman körül mennek, hogy ahogy csak akarnál, nem? Jó, csak lay a hands-et magamra, most még talán van értelme. Mennyi 12, 9, 2? 11-en vagyok. És mennyi 20 a maximum? És 20 a max. 9-et még magamba tudnék tolni. That's what she said. Tolmátod magadat tolni. Megnézem még egyszer az appendixet, hogy egészen biztosan ez az állapot az-e. Csak meg kell nézni, hogy hol. Papi már izé, már sell out megy, papi. Nem. Csak. Találtunk egy döggyük is programot, amit nem mondunk el. Nem, ugye? Ennyit nem tudsz csak mozogni, ezt csinálja amúgy. Jó, tehát, hogy hol magadhoz tudsz nyúlni. Oké. Okay. Megtörténik magadhoz? 9-szel magamhoz hívok. Okay. Ami azt jelenti, hogy még maradt egy HP-nyi Leo Hands-am. Ja igen, mert neked, de te 18-a vagy, 19-a max HP-d? 20-a max, és 11-en volt, úgyhogy 9-et tolok. Jó, tehát akkor 20-on vagy, 20-on igen, vagy, max-on vagy, oké, okay, fantasztikus. Oké, okay, Xali, megtörtént bonus action, reakció, bármi? Hát nem nagyon tudok, maximum az, hogyha, ó, egyébként simán, ja, nem, mert az őt támadja, ilyen messze meg nem tudok belépni. Jó, az, okay. az lesz. Hogy akkor semmi, mert ugye nem tudok reagálni azt, hogy kire vagy okay. Papírra rá, mert meg, hogyha majd Dávidot támad. Következő Belak. Van azt látod, hogy nem Belák, bocsánat, hanem az a páncélos forma. Páncélos, igen. Dob megint egy 12-t. Nem, mellé megy. Abszolút mellé, csak jával grapple, nagyon jól táncolsz ki az egészből a pajzsod alatt, ami kivéded az ő támadását. Teljesen jól. A következő pedig kezdődik, azt hiszem, a hátsó sor.
Így van. Mi? Igen. Kezdődik átsó sor. Jön először Hjalmar. Hjalmar... még egyelőre ijászkodik egyet. De először elnyomja a hide-ot, mint pót akció, hát ha el tud tűnni. Nem tud eltűnni, ez egészen biztos, de megpróbálta, hogy hát ha itt ninja, ugyanúgy ránéznek, viszont innentől kezdve ő előre fog menni, ő azt mondja, hogy D&D 5. edition-ben harcba lehet sneakelni, mert régen úgy volt, hogy csak annak, aki... Igen, de plain sight, az régen csak a Shadow Dancer tudott ilyenkor. De ez egy rúg. Nem, ez egy rúgó, és azt ugye bónusz akcióként, te is tudod rendes akcióként, hogy megpróbálsz eltűnni. Igen. Megpróbálsz, ha van megfelelő fedezéked, meg nem tudom, akkor megtörtsön. Nyilván, hogyha csatában vagy, akkor kicsit nehezebb. Eléggé nagy a DC akkor. Így van, és csak a belak. Egy ilyen indulócsiát csinálsz, hogy közben nem is arra mész, és akkor azt nem is látják, hogy hol vagy, és közben így befotmulsz. Ő orra esett, ő felugrott az izére, és orra esett. Jaj, de jó, bele! Így elhasolt. Beleki! Hú, bele! Hú, mi jóval? Ő most jelen pillanatban, tehát dobok egy egyeset. Jaj, de jó! Most jelen pillanatban... De ez a Hjalmár esette, vagy a Hjalmár esette? A Hjalmár esett orra! Ó, bazd meg, Hjalmár! Senki nem reagál semmit, az izé... Nincsen neki kártkőszen. Erik dob egy Sacred Flame-et, szokásos varázslat. Vagy Erki, bocsánat, így van, az cantrip, az előtte levő csontvázra. Próbálja dobni, várjál a Sanctuary, nem ér véget, ezért gyorsan megnézzük. A spell adatok, megszületek akkor a cast spell, the fact that a creature dispel ends. Ő akkor nem fog támadni egyet, hanem ő kihátrál. Kiátrál. Nem baj, vízzon próbált kell dobni ellene, hogy megpróbálják megtámadni. Reakció ja. Abszolút, két embertől is. Egy vízdom a csontváztól. Egyes, az... Nem próbálja. Az nem, hogy nem akarja megtámadni. Ő kifejezetten veled elfoglalva. Egy pedig a morcos kardos embertől. Az viszont sajnos meg fogja támadni. És 11-jel betalál az Erkit. És eltalálja az Erkit. De legalább neki már nincs ilyen bónusz action-je, hogy ki tud hozzani, ha szeretném. Ami történik, az rám tud ütni. Ami történik, hogy... Ja, egy van neki a körbe. Ami történik, hogy Erki, ahogy megy, hátralép, el fog tudni menni, és gyakorlatilag azzal a karddal, amit amúgy most, hogy megnéztek, igazából egy picikét nagyon szépen megművelt kardról beszélünk, abszolút különlegesnek is tűnik az egész, mind a markolatában, mind a kinézetében, mint hogyha valami formák is lennének rajta, de Nerki is éppenséggel ezt konstatálja, amikor felemeli a saját kardját, hogy védje a csapást, és azon, mint kés a vajon, gyakorlatilag keresztül megy ez a kard, és így levágja, körülbelül, mint Isildur kezében, ahogy ott maradt ez a kartönk, csak ő nem vágja le az egész ujját, hanem hátralép még egy picit, és kimegy a körbe, de gyakorlatilag neki fegyvere már nincsen. Felemelte a kardját. Erkinek ennyi. Béka! Béka, fog. Vagy mit csinál? Meg akarsz szorítani? Te mit csinál? Te végül nem mentél ki. Én jól hangzottam, híjáltam magam. De nem jó, mert az körbe tudok csak mozogni. Jó, mert már te voltál. Ja. De a következő köré így nekem is a következő köré így nincsen. Igen? Megpróbál bekapni téged. Jó, ez ilyen nagy béka, hogy 2 méter 10 centis embert akar bekapni. Na, nem állj be. Ja? Elég, hogyha csak a fejedet ugye össze. Elkezdem izgetni. Kilóval áldom meg ilyenek, elfutsz vele. Lesz egy béka kalapod. Bekaptam? Nem. Jó, Istenem. A sárkány. Gyakorlatilag ő igazából megpróbál tovább rántani, és... hát lényegében most egy picikét itt vagy. Közel hozzá, egészen közel, már nagyon nehéz mozognod és bármit csinálod. Advantage lesz gyakorlatilag mindenkinek ellened, amíg ebbe le vagy. Tényleg? Le vagy nyomva. Akkor lehet, hogy jobban tett ez. És a következő körben nagy valószínűséggel megesz, úgy érzed, hogy húz magához is. Ha nem fogsz valamit csinálni vele, akkor az... Hát ki kell szabadulnom csak. Abszolút. Következő abszolút. Ember 766, igen, a csaj, aki már egyet előtt Magic Missile-jéből, hirtelennyében úgy dönt, hogy
Hogy az orra. Feláldozza magát a istenének. Így van, elvágja a torkát. Gyakorlatilag egy ringing spell attackot dobjál már ellen, és valami advantage, bocsánat. Igen, mert elesett. Prone. Miért esett te, Jézus? És valami csoda folytán Jalmár ki tud gurulni abból, ahogy ilyen közelről szinte bele téve az arcába próbál egy ilyen jeges zápor csóvát, fagyasztó kör sugarat rányomni, de ettől függetlenül arrébb tud gurulni. Nothing happens. Túléli, Jalmár. Hát jó, a saving throw, ugye. Következő pedig nem más, mint hogy még kettő sárgát kérek szépen mögüled. Látjátok, hogy innen így ide fölmászva eddig biztos, így boss, két zombi van még ott. Ha valamit tanultam, hogy olyan a portrétban, akkor ez az, hogy ilyenkor nem szabad ilyenkor nem szabad trashelni, mert ilyenkor, ha véget ér a boss fight, akkor azoknak vége. De ezt Tristan nem tudja természetesen. És nem a fogban vagy, hozzáteszem. Triszt, teljesen. Tényleg? Elkubban állom, mindig úgy az, hogy először le kellett ütni a kis izéket, csírákat, és utána lehetett a bosszal foglalkozni. Nem volt Survivor kezdve olyan, hogy izél, egyben mehettél? Nem volt értelme, rám vissza nagyra, akkor a kicsik voltak annyian és olyan erősek, hogy akkor azok meg lehet. Le kellett őket szedni, és utána... Csak a nyúk. Lőj le rúgan valakit. Lőj le rúg... Mi? Hát vagy nem. Figyelj, mert ha megsebzem, szerint ez a grapple, ez egy concentration alapú, tehát ha megsebzem, akkor enged? Átlom nyelvét. Lehet. Nem ismerem ezt a békát. Nem is úgy hívják, hogy Gábor. Gábor a béka. Gábor a béka. Gábor a béka. Trissa a varázsló, aki vagy igen. Még nem tudja, hogy mit csináljon, de igazából én ugyanúgy. Tehát, hogy nyomom. Azt egyébként megkérdezem, ezt nem mondtad, hogy ugye a csata hevében most, hogy így magához ért a varázsló, úgy láthatóan jobban le? Egészen kellemesebben érzi magát, így van. Nagyon jó. Hány HP-d van? Maxon vagyok, csak most mind a három meg fog varázsló, találni. Nem, én varázsló, megbeszéltük az elején, hogy olyan látom, hogy ott ő felel ezeknek, meg hogy csontvázok voltak végig, mindenhol szeretnék Firebolt oda. Megint. A varázsló. Tolt, lőd. 11. Az 17, és most ezt ugye nem használom. Melyiket lőtted, ne haragud, lemaradtad. Belákat eltaláltad. 17. Na, gyerünk egy tízes. De, D10. Ott egy tízes. Az nem tízes, az egy! Kicsit megperzseled, okay. De feltehetőleg a varázslatnak köszönhetően, amit előbb az a nő nyomott el, annak köszönhetően valahogy a te mágiádat is lehet kicsit semlegesítette, de látod, hogy betalál az, de nem okoz neki akkora nekert, reveszi mellel. Következő ember, ő! Nem a csontik? Aki azt mondja, nem utána izé jön velák. Ugye beszélgettek és rögtön az elején. Eltalálta. Ő azt mondja Jalmárnak, hogy takarodj. Ne fürdjél le. És... Command spell. Lehet. El akarja. És aztán van a lenni. Fighting lenni. Egy... Kettő, három, oké. Gyakorlatilag egy varázsigét elkezd mormolni. Rákhalnár, és a végére egy ilyen óriási nagy durranást hallotok, ami nagyon hasonlít ahhoz a varázslathoz, amit a patkányok ellen. Ez a villámos, csak nincsen. Tehát nem villámos, mert igazából nem csak villám ez, hanem itt az egész vihar. Tehát, hogy itt ebben a kockában gyakorlatilag egy óriási nagy durranás. És dobunk egy Constitution-t a Jalmárnak. 20-as. Könnyedén leveszi mellé. Abszolút. Nem takarodok. Half as much, úgyhogy 2d8. 7. 7-14, 7-et sebződik. Az is sok. Ez kifejezetten sok, já már nagyon szarul néz ki. És amúgy sebeszesült is meg ilyenek. Tehát, és még mindig fekszik. Abszolút megvan, és még mindig sebzik, fekszik, de nem sebzik. 16-15-ös most ennek a csontik. Egyik csonti. Papira.
Jó lesz az, nyomj! Mellé. Másik meg advantage rád. Másik pedig advantage rád. Nem tudok egy mozogni, most van a körje. Egyes. És kettő. És 17. Úgyhogy az eltalál. És sebez beléd. Nem, de tudsz mozogni. Igen. De miért tudom mozogni? Mert hogyha mozgok, akkor megszakítom. Nem, de neki volt. Hármat sebez beléd. De az az előző köre volt. De a következő köré így nincs. És most lett a következő köre. Most megint ütött rám egyet. Igen. Hamarabb jön, meg és most jön Alex. Hát visszatöltnék neki, mert végezz ki. Én eltalálnám az arcát, hogyha... Azt azért mondjuk el a kedves nézőknek, hogy milyen cantripjeid vannak, jó? Mert múltkori adásban is, amikor csak... Igen, egy fény, és egy ennyi. Minor illusion. Ez egy szociális karakter, úgyhogy ne várjátok tőle ilyen tűzlabdákat meg ilyeneket, ez csak a biztonság kedvéért. Na papi, egy 20-as! Bárhogy beszélj minket. 5! Mennyire mellé? 1-től 10-es skálá, mennyire mellé? 9. Nagyon! Pontosan 9. Nagyon, pontosan 9-el mellé. Szalir! Te jössz. Szabadulj, szabadulj meg! Hát van true strike is. Neki? Ja, ki. Két ütés. Ki szeretnék szabadulni a B kuciból. Dobj egy erőt. Strength vagy Athletics. Sima strength. Mhm. Ó, nem már! Meghalunk mindannyian, meghalunk mindannyian! 18-as erőmben, és így... Yeah. Ez sajnos kevés, igen. 11-es volt a DC. Ott itt belevághatod, ott még... Amire kellett, 11-es. Akkor a következő ember, aki jön, 7-esek jönnek, nem. Az illető jön, aki rád támad. Egészen konkrétan a kardodra. Mennyivel kellett találnia? 18 vagy fölötte. 18 vagy fölötte. Az megvan. Ez a baj, hogy táphusszál szegénykém. A kardod fog sebződni. A kardom biztos, hogy nem, mert nincs kardom. Akkor mit van? Pajzsom vagy láncos buzogányom. Akkor a láncos buzogányod vagy a pajzsod. Ugye megnézzük, hogy melyik. A pajzsod már éppen hogy eltalált. 3, 4. A pajzsod sebződik 7-et. És annak hol van HP-je? Benne van, mert régen benne van. Benne van a tárgyaknál, az lényeg, hogy 7-től még azt hiszem nem fog eltörni, de amíg te megtalálod. Addig jön a következő illető, ugye 10-esnél volt, jön Jálmár. Na hát Jálmár, alig Jálmár a lábán. Ez jó volt. Köszi. És ő nem valami titkos tűzvarázsló, aki hogy meghal, robban egy... Vagy egy ilyen Demon Hunter és átlagul. Hát ő gyakorlatilag talpra áll egyértelműen, azzal elmegy a mozgásainak felett, tehát van 15 lépése. Akcióból disengage, vagy bonus akcióból disengage-el egyet, tehát hogy szabadon el tud majd menni. És még 15 láb ugye az, ami neki megy. Elmozdul erre, vagy utána dob egy észlelést a csatába. Nem. Nagy szerencse, még mindig erre figyel, elmozdul erre, és utána pedig erre így fedezékbe visszavonul szépen. Hármat tudott lépni, 1-2-3, így van. Volt a disengage és akcióból lő egyet a nyílpuskájával. Belekra. Jálmár! Jálmár! Eltalálta! Hihetetlen! Hihetetlen magazin! Közönség törjön! Törjön! 1D6 plusz 3. 5. Jó, sebez bele. Jobb, mint a semmi. Jobb, mint az egy. Így van. Még egy nyilvessző beleáll a vállába. Kérdés Beláknak. Megint körülbelül olyan szarú van, mint amilyen szarú volt, még mielőtt magához nyúlt. Túl vagyunk. Oké. Okay. A következő ember, Erki. Akinek nincsen fegyvere. De arrébb tudott menni. De ott tud lőni. És igazából semmi más nem tud csinálni, tényleg. Fogja magát, és csinálj egy light varázslatot. Na, nem. Tehát fogja magát, és... Csinálj egy fedőrfolt is, szépen lassan ledöli. És most, hogy hátrébb lépett, lő egyet, ráadásul 60 feet ennek a hatósugara, de a békát fogja megcélozni. Ó, Istenem. A békának kell csak dobnom, mert eltalálja, ha csak nincsen meg a békának a dexterity-je. Plusz 1 a dexterity, és a DC az nem más, mint... Hol az anyámban van a DC? 12. Ilyen papa. Ah! Nincsen meg neki. Úgyhogy bele fog sebezni egyet.
Ráadásul egy egyes dobtam a békának, úgyhogy a béka meglapja ezt a sebzést, és megment. És tényleg egyes dobtam egy is, Reim, úgyhogy... Ez már hetes. Úgyhogy... Béka megment. Szerencsére a békád. Elengedte? El is enged? Elenged, ennek köszönhetően enged el, mert dobtam neki egy egyest, hogy mennyire zavarja meg őt abban, ahogy eljel ki egyre, hát egyre, el kell. Fogorvosod benne. Egy B8-ra az is egy. Igazából nem, nem fájdalmas ez neki, hanem inkább, inkább kellemetlen. Kellemetlen, és elengedi, elengedi. Elengedi. Oké, okay, következő. Hetes, hetes. Béka jön. Megint rátámad. Viszont... Ja, de nem talál, mert most már nincs in advantage. Úgyhogy nem talál rád. Következő. A varázslócsaj, aki azt mondja, hogy továbbra is neki ilyen varázslatai vannak. Még egy darab van ebből. Megint. Ilyen jeges lövetet lő. Já már felé. Egy, két, három. Ez eltalálja, amit számolok rajta. És 1D... Berekteli szegény Jálmár, lehet, hogy Jálmár alap van neki. 1D8. Ez 4. Hú. Jálmár meghal. Mármint nem meghal, hanem down. Nem, a Blade Ward, ez mondjuk elég jó kis cantrip. Bárnak Blade Ward, hogy izé következő támadástól, izé következő körben izé rezisztenszet kapsz. Mindenféle fegyveres támadástól. Jó, most nézed, hogy papinak mit kellett volna csinálni? Hogy tudjuk a harcban. Mit kellett volna legközebb, ha harcolni? Jó, hogy nem vagyok nagy harcos. Kellett, nekem sem. Én vagyok a nagy dumás. Igen, nekem meg egyáltalán nincs izé, milyen ültőlüti spellem, úgyhogy akkor az ja, egész... már összeesett. Jó, a következő ja, már ember, az pedig... Ki a következő? A zombi. Ennyit a tizet lépnél. Sónak tögyed. Jaj, de jó. Ti jöttek. Ugyanazt szeretném megcsinálni. Egy nagyon izgalmas karakter vagyok. Ha lehet. És szeretnék. Várjál, 14. Nem. Ez nem kell, 11-en már eltaláltam. Ez így, akkor nem szeretnék Tide of Chaos. 14. Eltalálom. Nem találom? Menne százas shadow vagyok, bár az is jó lenne egyébként, egy százas sebzés. Okosan, 8! Nagyon 8. Szép! Nagyon okos! Nagyon szép! Egy 8-ast. Zelax vagy nem tudom, most már elég legyen ebből. Elövi egyik irányba jeges varázsló, tehát a női varázsló. Te pedig kihasználva ezt egy picikét, most átlőve a jeges fuvallat fölött. A tűzlabdádat, tűzgolyódat szinte tökéletesen mellkason találod Velákot, aki térdre esik, majd arca összeesik. Velák, bázd meg, Velák! Így van. Tudod, kit áldozzál fel? Jézusom! Már hogy... Jézus? Hogy bocsátod? Arabornom, vagy nem tudom ki az ilyen... A következő a körben az egy csontváz 1. Araborn szakára. Nem estek össze. Ez egy csontváz 1. Aki nem talál Alexre. Nagyon helyes. Viszont talál, kedves. Oh yeah. Lesz majd egy megszakító jören, mert én egy sajnos good karakter vagyok, öt. És sajnos protektor. 5. Jézus. 5-et sebez rád? Mennyire rád? 12. 12. Ember a healing potion. D6 plusz 2 sebez a sima csontváz. Nálam már. Így van, 15-15 és jön Alex. Hát én ki fogok valószínűleg mozdulni, bár nem biztos, ahogy nézem. Lehet az, várját neked ez akció, vagy bonus action, vagy mi a... Mozgás, izét, mi az healing potion-t le akarom tolni. Ja, az akció. Az ja, akció. Akció meg a mozgásom is. Jó, ja, oké, nem csak mert hogy a disengage, kérdés, hogy úgy hagyd el, hogy ne tudjon rád reakciót, az egy akció. Ja. Tudsz olyat csinálni, hogy nem csinálsz más, de akcióként disengage-elsz. Mm. És abban benne van az is, hogy beletöltöm a szájába, hogy ez mennem. Jó, akkor inkább legyen megszakítója rám, viszont meg. De várj, szerintem a poti megíváson bónusz action pusztulja kell. Amúgy lehet egyébként, szerintem mert most action, mert... tegnap előtt néztem volna meg is.
Szerintem, mert az úgy, tehát igen, hogy az, hogy támadok, meg ilyesmi, az kicsit többnek tűnik, mint hogy lehúzok egy italt. De megitatod már. Ja. Úgy rémlik nekem is, hogy bónusz action. Most mondanám, hogy köszönjük szépen dolgomászat, de azt mondták, hogy ne szellemtolja. Már is nézzük, 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 váltsunk közben egy izért, csatazenét, hátha, valami lesz. Már lehet, hogy az interaction amúgy az emberekkel. Van egy ilyen, hogy hogy a tárgyakkal való akció. Elővenni tudod, ez biztos, hogy vagy elővedd. Szerintem sajnos ez egy akció lesz, ezen nincsen más. Ez egy akció lesz. Cast a spell actions. I'd use an object. Hát ja, ez kb. Use. Ja. Hát gyakorlatilag igen, ez egy use. Azt igen, és az egy akció. Sem. Jó. Igen. Na, okay. Akkor kimozdulok, hogy rám verjen egyet, ha rám ver. Van reakciója. És ha fáj, ha nem, utána csak betömöm a szájába. Nem találom. Mert... Jó, oké, okay, Jálmárnak akkor nekem volt egy healing potion, ami nem mondta az, hogy milyen healing potion, de healing potion. Alatt egy healing potion. Kicuppantanám és beletölteném a szájába, jó? Jó, valamelyikötöknek van, azt hiszem 1d4 plusz, de mindjárt ez a DM könyv. Hogyha cure, akkor az d8. A healing word a d4. D8 plusz spell modifier volt nekem a egyes szintű cure light wound. Így van. Mucinál van egy, vagyis ez szalinál van egy. Nincs. Ja, tényleg elnyomtam. Most nyomtam el, mielőtt bejöttünk volna ide. Milyen szkolyaid vannak? Okozni fogok még. Hát okozzál, akkor nem. Potion of healing. Common 2d4 plusz 2. Tehát jó, jó. Igen? Jó. Akkor a d4-em az kurva lenni. Dobunk Jálmának már 2d4 plusz 2. Ja, jó. De én akarom dobni, mert akkor én jobban. Akkor dobjad, jobban jársz, én már egy egyes dobtam. 4. 6. 8, abszolút visszahozod az életbe. Jári már, visszahozod. Jári már! Szalír, teljes. Ja nem, csontik jönnek. Nem, már voltak. Szalír jönnek. Csontik már voltak kétszer, meg Szalír előtt voltak. Mit csinálsz, Szalír? Szilvács, könyvet olvastam. Várjál. Érdekes az a könyv egyébként. Miben gondolkozom? Meg is megkész varázslatézzel? Nem. Tudom bekészíteni, vagy van már bekészíteni? Tekercsek. De egyébként ütni fogok, tehát hogy most egyelőre ilyen háromos izében nem fogok csinálni. Mi nem lehelyezni őket a vérben? Nincs már. De lehelyezte a goblinoidokat. Goblin. Cuccokat. És így csak egyet tudod, hogy erre kéne tudni. Nem mindegy. Királyság lenne, ha... Az nagyon királyság lenne, de hát az van. Ütni fogok, és még hozzá. Vasti, kérlek, a csatazenét állítsd át egy másikra ezen, csak nyomjál be valamit. Mondjuk az Ossian darab. Csak ne az alsó kettőt. A papolgépen. Michael Jacksonból a beatet szeretném. Okay. Just beat it. Csont. Spirit. Az a baj, hogy a csávó az nagyon fájdalmas ezzel a kardjával, úgyhogy a formátom. Ó, ne már! Hát mi történik itt? Hát egyet no. That's a big no. Jó, Istenem! Emlékszel, amikor a pajzsot félni mehet? Nem jön össze, advantage-e lesz mindenkinek a környékére. Nagyon szerencsétlenül mozogsz az egészet, még azt hiszed, hogy még a béka izé rajtad van annyi ideig, de közben már nincsen rajtad. És így teljesen így... Hagyjuk ezt, engedjük el. Jön ő, aki advantage-el támad rád. Ennyire? Megvan, hogy mennyi élete van a páncélodnál? Nem találtam meg, de már mint hogy volt. Hát 7 plusz. Szétverik. Szétverik. 13-edik, 20-at veszített az életeidből. Akkor szerintem az... Szerintem is, mindjárt. Mert ebben nem találtam a tárgyaknál. Nem? Nem találtad? Szerintem az lehet DM plusz. Csak megnézzük. MNO, hát ezek a jó szabályok, biztos, ugye Objects 246, 247, mindjárt megnézzük. Neked van páncélingben, tudom én, mennyi 20 HP-t, akkor egy pajzsnak biztos nincs annyi.
Van 20 HP, ja? Miért? Objects hit point. Medium. Ja, igaz, az AC lenne. Nak. Armor card. Ja, nem az már. De. Ráadásul más az AC-ja. Ho-ho-ho. Mert meg kell, el kell találni, de ugyanúgy 19, neked is 19 volt, igaz? 18. Neki 18? Nem találja el most a páncélodat. Nem találja, 19-es az AC-ja, mert Iron Steel-ből van. Mert egy rendes félpáncél, 19-es az AC-ja, az életerő pontja pedig médium. Ez most a pajzsa. És 4D8, uh-huh. Így van, kidobhatod a pajzsod életerejét, ha akarod 4D8. 4D8. De lehet átlagba is 18, ha akarod. Legyen az. Hát akkor is szétbaszódik. Akkor is. 84, 24, vagy 18. Mármint, hogy megpróbáld, vagy 18? 18. Oké, ez egy átlagos 18, és abból vegyél leheted. De nem találja, mert 19-es, nem 18-as az AC-d, úgyhogy... 11. Úgyhogy... Úgy szét akarja verni a pajzsodat. Ez egy állat. Ez egy eléggé állatok, így van. Most jön Jálmár, most... Megint a földön kezdjél, föláll. Rád néz. Parra néz. Parra néz. És fölordít, hogy... Barford! Föltápászkodik. Most már ugye erőtől duzzadva. És... 8 HP-től, amit beletöltöttem. Egy. Kettő. Három. Azonnal ugrik rá arra az illetőre. Rohan, megállás nélkül. Ja. Oldalra mindig ilyen. Megfoglak. Tukni. Baszni. Azaz. Ennyi. Jálmár. Megcsinálj. Jálmár akarok panni a körülményben, csak kevésbé rassz is. Jálmár. Egyáltalán nem. Jálmár. D6 plusz 3, és kétszer dobom a 6-ost. Hello, 1-6-os. Lehozom a karakterek, nem bazzik. De mi nagyon szurkolunk neki. Azért. Azért, 10, 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 néz, látszik is 10, 10, hogy 10, szép fekete és lilás szeme van amúgy ennek a 10, 10, 10, és most már van egy szép seb is amúgy itt a 10, 10, köszönhetően a hihetetlenül jó megérkezésének a 10, Jálmárnak. Ez teljesen más kérdés, hogy hirtelen amúgy 2-4-5 ember gyűrűjében lesz. De ezzel nem kell foglalkozni, mert jön Erki! Erki nyomjad! Erki pedig azt mondja, hogy nem tud más mondani, ő nyomja ezeket a kis sugarakat, még fényt tudna csinálni, meg első szintű varázslatokat, de az már neki sincsen. Úgyhogy ő azt mondja, hogy fény! Fény! És... Erki szerintem egy lámpa, mindig rá akar világítani valamire. A másik varázslót próbálja támadni, akinek a Dexterity Saving Throw-ot kell csinálni, a plusz 1-el, 9-10, azzal sincs meg, úgyhogy sebez Erki. Mit sebez? Mi vagy te? Mi a szar? Mi a csuda? 1D8. 2. Ennyi. Ezt mondja a csaj? Ki volt csinál? És utána jön a béka. Mi pirosodott be a csaj? Bicira? Hát tudjuk, hogy az a csaj is nem élő volt. Eltalál. Ki? A béka. Ja, bemint az évek repre. Ja, és kettőt sebez belét. Kettőt még be is sebez! Durva cú. Tizenálsz, ugye? Így van. Oké, tizenálsz. Béka eltalál. Kicsit mérges, mert meghalt a gazdája amúgy. Mérgesen nyögdés. Akkor felfordul, vagy az ott a varázsló az már rekt, nem csak így ledownloadod? Hát még gondolom, hogy ott fekszik. Ott fekszik, abszolút. És hát ha és nem... miért nem haltak meg a csontik? Hát ha, igen, hát... A következő, ami történik... 7-es, 6-os, ki volt még? A csaj, csaj. Kiribú, kiribá. Fagyaszt. Cone of Coal. Még mindig van spelljelnek a kis ribánc? Ez cantrip a Ray of Frost. Igen? És mennyit sebez vele? Ray-re. 1D8-at, és lelassít 10 feet-et. Jálmárt próbálja eltalálni, de próbálkozni szabad. A következő ember pedig egy zombi. Jálmára támad. Csonti vagy zombi? Zombi.
ez még mindig durva. Igen? Hát persze, John, tehát a durvább a zombi. Miért? Nem, 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 durvább. És... durvább élő volt. Másik zombi pedig, ez mi? Ez a béka. Ez a béka. Béka, Csonti, Bradford. Megint Jalmar. Új Jalmar, hello. És még hello. Így se találj, pedig őt aztán most már biztosan közre fogják a következő körben, csak a Csonti, hello, aki mögötte van, még nem őt támadták. Oké, okay, jövünk! Kész. A békát szeretném megcélozni, látom, hogy Xalir a hős halloklik már megint, úgyhogy ugyanúgy firebolt a békára. És szeretném a Tides of Chaos-ra, ha még egyet tennél. Az egy egyes? Az egy egyes, úgyhogy 5, 6, 11. Béka? Béka. Eltalálod. Oh, hello, mi? Tide of Chaos! Nem 11! Mert 11! 8, minden 8-as! Hello, mi? Béka! Megint vagy grappling. Cseleszd el, te most! Én vagy grappling, így vagy, eltalálod. Visszacsop a nyelve. Következő lény. Ugye meghalt Belák, úgyhogy Csontik jönnek, így van. Jámára dobnak egy 50-es támadást, az 5 az nem talál, az biztos. A 2 se, úgyhogy megúszza a Jámár. És egy másik steroid pedig, a potionbe, amit másik neki. Pedig rád, rád támad. Az egy egyes dobott konkrétan, Csórikám, úgyhogy a csontváz az szinte összeesik, annyira bénán támad meg téged. Teljesen összeesik? Nem. Ó, persze. De megcsúszik őnek, ő most egy picikét így mindegy, szét van csúszva. És következő Alex. Alex, oda szeretne menni és döfni egyet a varázsló nőbe, hogy érezze a törődést. Egy, kettő, három. Én egy emelvény. Szeretek nőket döfködni. Csak most itt rapírna. Föl akarsz ugrani, vagy az emelvény, vagy mellé ugrasz, beleugrasz, ugye nem tudsz. Gondolom nem egy nagy vasszis lesz, a mozgásomnak még a felét se költöttem el, csak fel tudok ugrani a mozgásommal. Hát föl tudsz ugrani, de inkább mögé tudsz menni, mert az az ő területe, arrébb lökted, buci. Akkor mögé is tudok menni? Aha, ahol Belák meghalt. Nagyon jó, oda mögé megyek és megszúrom a húzóját. Ha Krisztalis is úgy akarja. Jó, 17 mondjuk, azt már pont nem láttál. Viszont sok. Eltalálod. Nincs se rossz. Ez egy 7-es sebzés. Egy 7-es sebzés. Éreket nagyon mondjam, fáj neki, nagyon fáj neki. Abszolút. Lehet a hukkele csaj. Nagyon fáj neki. Következő a bőrületnek hajtán találtunk. A kábulatnak ezennel. Béka. Béka. Békát ütök, béka. Mert nem akarom, hogy még egyszer elkapjon a játékra. Okay. Úgyhogy béka ütés lesz. 12. Egyébként közel lehet találni, hogy még a Belfort Béla varázsló nekromanta. Nem, ő már egy ide meghalt. Jó van. 6-os. Akkor csak megszakadna a Charm Person, hogyha... 6-os. Sorry. Azt látjátok amúgy, főleg te, hogy most ott is lábad, ne otthon a Belák, hogy kicsikét, mint hogy ilyen lilás, füstös dolog így elkezdeni átjárni. És így szépen, kifelé áramlik belőle ide a sárkány szája felé. Mert a füstbe így, be a füst ilyen lilás füst. Nyugodtan szúrtorkon még. Tehát szerintem az bónus action. A sárkány szájában meg van egy kő, nem? Én ezt úgy fogom venni, mint a szart a következő múlomba. Azért jöttünk, azért a kőért jöttünk szerintem. Eredetileg. De és szerencsére izére el tudok futni, úgyhogy... Lehet, hogy az izé őríti be az embereket, ezt simán kiveszem, és utána mindenki jó arc lesz. Lesz egy halott varázslónk, aki egyébként a legjobb barátunk lett volna, és ő csak itt izé... Alex Xalir megvolt, támadtál rá, hetesek jönnek, jár már. Egyértelműen Sir Belakot támadja. Vagy mi az Barfordot? Sir Barford? Barford! Mondtam, hogy steroid van benne. Hallod, meglátta az ős ellenségét és rögtön. Fury. Kete. Fury of the Wild. 6. Plusz. 3. 9. Barford! Mikor lett a Barfordot már rögtön az elején, amikor észrevette, hogy jön, akkor próbált Barford egy fölül csapni egyet, de lényegében tovább csúszott, jár már is végigvágta a melkasát. Meglepődött, kicsit ott még ment a csetepaté,
és utána egy viszonylag aljas mozdulattal megüti az állát a Belaknak, a Sir Barfordnak megüti az állát az egyik kezével, és utána pedig a szívén keresztül nyomja a kardját. Akkor ő meghalt. És még utána így szépen így el van. Így leereszti, és végig a szemébe néz közben folyamatosan, ahogy így. A leveszterek az üdvözletük. Lassan csinálja. Kicsit még úgy próbálkozik a Sir Barford valamit csinálni. Látszik, hogy a szeme az ilyen sötétes. Ila még itt támadna, de így le is fogja a kezét, és térdre kényszeríti. Igen, abszolút. Maci Laci tisztő. Megöli a Peter Griffin. Így van. Megszúri. Így van. Ő is meghalt. Következő Erki. Varázslónő. Dexterity save. Nincs meg. Srácok, az NPC mit csinálnak nektek? Hát örülünk, hogy lehozzák a követ. Ha már nekünk nincsen varázslatunk, meg ilyen... No, van Erki. Itt van Erki. Mi ez? D8. Hello, mi? Szevasz! Hello, Mr. D7, vagy D8-ból 7-es, hello! Eltalálja a csajt. Megint egy ilyen nagy gyögés! Látszik, hogy a fénysugár szinte végig hasítja itt a húst és a csontot és mindent. Épp, hogy a fejed mellett így elmegy a sugárnak ezt a maradék ereje. És kicsit még így látod is, hogy ver egyet-kettőt a szíve, de gyakorlatilag tüdeje is és minden is egy picikét így összeomlik. És ő maga is messze esik. Leveszed léci a holtakat? Persze. Mármint nem az idő holtakat. Köszönöm szépen. Oké. Meghalt ő is. Jön a béka. Gyere, greppelj. Greppelj. Nem greppel. Egyáltalán nem greppel. És az történik mindeközben. Ez a lila füst az most már egyértelműen bele ér ebbe a kőszerű, kristályszerű képződményre be, és elkezd egy ilyen sercegő, ilyen kicsi csípoló hangot is hallatni. Kérjük a Stella! Egy óriási robbanás az egész teremben, mindenki tudja, hogy van. Majd így lesebettem volna, de ez kicsit nagy távolság lett volna. Mindenkit arrébb lök. Egyértelműen. Szétrobbant a koponyáig. A francba. Ezek a lények úgy, ahogy vannak, ők el fognak pusztulni. Porrá lettek. A béka. Mindjárt meglátjuk. Mindenki sebződik. Ezt egyszer sem teszed. Lépe lesz a famulusunk. Milyen saving throw-t dobjunk, hogy felezzük? Robbanásnak számít, nem? Akkor a strength. Dexterity. Minden esetben a saving throw, hogyha van. Dobjatok persze Dexterity saving throw. Saving throw-t, hogy ne dobjatok? Óhoha! Oh, nem. 19-et dobta. 13. Bár nem látta senki, de így van. Te fele annyit fog sebződni, a többiek nem. Mennyi az annyi? Mondj 5d8. Ne legyél. Ja, 5d8. Ez egy kalandos csapat van. Csak 11. Az pont elég, hogy meghallják. 11? Ez már a fele? Nem, neked ez összesen 5. 1, 3. Elájulok? Ne tedd ezt! Most már maximum izé, szájba tudlak lélegeztetni, mert semmilyen spellem nem marad. Óriási lökés hullám és dübörgés és robaj járját az egész termet. Néhány másodpercig még visszhangzik a teremben az egész hangzavar. Cserébe óriási por is keletkezik a terembe. Mindenféle törmelék, holttestek a falakon. És tekintettel arra, hogy kimaradt ébren. A béka az meghalt. Én tök jól vagyok. Én nem vagyok tök jól, de 12 HP-n vagyok. Oké, a Jalmar az melyik? Az a kék. Fordítsuk fel, meg az Erkit is fordítjuk. Úgy gyakorlatilag teljesen így a falba. Ja, 12 HP-n vagyok, semmi baj. Bele gajdúba, zombik sincsenek, semmi nincsen az égvilágon. Ti ketten vagytok, amikor így leül a por, picikét, akkor érzitek, hogy...
eléggé fáj ez az egész akció. Mindenki megvan! Egyek is megpróbálom felsegíteni azt, aki esetleg össze van esve. Nincs meg senki. Ő szól egyedül bármit is, hogy... Én rendben vagyok. Többiek? Keresem a többieket. Egyben vannak, igen. Megtalálod őket előbb-utóbb abszolút. Szali, ne! Nincsen semmi. Nekem sincs egyébként. Viszont, dehogy nem, hiszen egy órás pihenés alkalmával tudok énekelni egy dalt. Eléneklem nektek a léciétek túldalát. Aha, most egy óra szerinted hány death save-et kell dobni ahhoz, hogy... Hát, ha várjál, egy perc alatt tizet, akkor százat. Várjál, igazából csak hármat kell megdobniuk jól, és akkor stabilizálod, nem? Jó, és akkor most elkezdünk ott aggódni. Van jobb jó, ötletem? Nincs az a legjobb ötletem, hogy én... Odaadtam annak a csöves bánatnak az utolsó hírinfósan. Átkutatom. Egy az, hogy először Xalir, bár úgy emlékszem, hogy nála nincs semmi, úgyhogy Herkit átkutatom bármiért. Hát, ha van itt valahol valaki... Valami healing potion. Ja, én is kutatok minden. A izék, lootolom a hullákat, hát ha volt valakinek healing potion. Na, vagy valami bármi. De nál van egy ilyen, nincs már. Megvan az első pluszod? Igen, megvan, mert csak akkor dob kérlek, amikor szólok. Mert szerintem ez egy kördis. Persze így van, csak mindenkinek akarok majd izélni, csak közben meg kell találnom az eredeti dolgokat. Egy pillanat, hadd könyveljek, egy pilcikét. Van ez a szalag. Oké. Okay. Halt mindenki. Mindenki is. Na. Senki. Egy death savings ment neked, egy erkinek, neki is sikerül, egy pedig Jalmarna. Neki is. Majdnem. Átforgott az a négyes. Soha többé nem hozok nektek NPC-t. Hát de hogyha ők nincsenek, akkor mindenki halott. Ez nem biztos. De már valószínűleg sokkal... Papírobb, de nem biztos. Amilyen jó támadásokat dobtál, az egészen jó. Mit akartam csinálni? Lootot akarták kérdezni, igaz? Azt kérdezted, mi a helyzet? Hát ha van 10 healing potit valahol a sarokba elrejtve, tök jó. Egy is elég neked. Nekem egy is elég. Randomig van. Random loot. Az jó, nincs, de megtalálom a második bag of holdingunkon. Mondjuk az kisegítene. Tényleg belenyúlok és nagyon gondolok majd egy healing potionre. Hát lehet, hogy van benne. Ja. Nem tudom, hogy mi van egyébként abban a táskában, sincs. De lehet, hogy full ide. Az első... Hogy lootoltak? Itt lootoltak? Én nem tátolok Jalmarnál semmit, az ment az első kör, meg az én emberek... Én elsőként a izé varázsló csajt lootolom, mert olyan gyenge varázsló... Varázsló csajt próbálod lootolni. A varázsló csajnál találsz egy mágikus tekercset. Oh yeah! Szalír! Ja, nem. Okay. Fölkérlek, hogy mágikus tekercs. First level. Csak ennyit írj oda, légy hozzá. Te kit? Én a Belákot. Te a Belákot. A Beláknál kérlek szépen találsz egy ilyen nagyon furcsa szerkezetet, ami ilyen kicsikét ilyen síp jellegű dolognak tűnik. Ilyen a nyakába volt benne. És ezen kívül találsz egy löttyöt, ami kicsikét ilyen vöröses színű, és gyakorlatilag ott volt az egyik ilyen szütyőbe az övén. Abból kifolyólag, hogy láttam már healing potion-t. Feltételezett, hogy ez az. Ez az. Akkor az első dolgom, hogy rohanok vissza és beleöntöm Xalirnak a szájába. Pufa. Aztán a healing potion. Oké, Xalirnak a szájába. Xalir és a többiek dobnak vissza szemét előtt. D8-et. Igen. Ez a jár már megvan, Xalirnek nincs meg. Potion-ok és Erkinek sincsen meg. Egy-egyen áll Erki. Jár már 2-0-án. Oké, következő körben meg tudod itatni vele, és Jojo 2d4 plusz 2 volt, azt hiszem. Igen. 2d4 plusz 2 alapinipot. Megitatjuk. Dob ki. Ja, én dobom. 2d4 plusz 2. Tehát 2-t mindenképpen. 3. 6. 8. Az egész jó. 10-ben 8, ez kifejezetten jó. Fasza. Oké. Végre. Te mit csinálsz? Hát, te melyiket kutattad most? A Bélát?
A Bélát. Akkor olyan varázslót. Azt nem varázsló? Mi? Azt az előbb. Kicsit köhögve. A varázsló csajt csinált. Ja, és igen. A Béla van nagy varázsló. És most köhögve, de felülök is így a... Akkor meg a Belfort. Vizhez fogok támaszkodni, hogy pihenek. Jó, Balfortot. Lord Balfortot. Oké. Eléggé fog. Neki van egy nagyon vagánynak tűnő kardja. Volt egy nagyon vagánynak tűnő kardja. Így van, így van. Rapír esetleg? És találsz nála még egy löttyöt, ami ilyen vöröses színű. Ívünkszerű? Aha, abszolút az így van. Ha bárkit már legkisebb táblázaton 50% esély van arra, hogy healing potit találsz lootnak. Jó, azt viszont én az Erkinek a szájába tenném. Oké, okay. És szóval gondolom a healing potit is. Nem. Igen. Gondolom a healing potit. Egyszer egy 4. 5, 2, akkor 7 HP. 7 HP. Földobott. Persze, persze. 7 HP. Milyenféle kard? Milyenféle kard? Nem egy rapír, tök véletlenül? Nem, sajnos egyáltalán nem egy rapír. Akkor longsword? Ez kérlek szépen. Egy kard, ami hát akár még ilyen longswordnak is tűnhet. A pengéje az körülbelül ilyen 150 centi, 120-150 centi között lehet, ahogy így ahogy így ránézel. Nagyon furcsa ilyen különböző jelek vannak rajta. Az egésznek van egy ilyen sárgás derengése, viszont a formája nem normális kard, hanem picikét ilyen ívelt formája van. Szabja? És nem szabja, mert nem ennyire, tehát a másik része ez nem hajlik be így, hanem az kicsikét ilyen tömör, tehát hogy egy picit ilyen alakja van. Nem furcsa. De nem tud beszélni. És nagyon szép markolata van, meg minden. Tessék? De nem tud beszélni, nem találta meg a lájlakort, nem kezdett el hozzám beszélni, meg dolgok. De egyelőre nem állsz szóba vele. Van egy nagyon idegesítően beszélő kard, én nagyon szeretem. Oké, rendben. Nos. Megkapja Erki is az izét. Nincs valakinél, párkinél kötözőszer, vagy valami, hogy Hámárt megújítjuk esetleg. Nem értesz esetleg a gyógyításhoz. Erki a healer. Pap. Ez még Jálmának a következő. Ez kettő van. Ez pont kettő van. A következőben meghal? Vagy meghal, vagy nem. Ha meghal, akkor nem lepleződsz le. Ha túléli, akkor nagyon jó parti vagyunk. Igen, de attól függetlenül valakinek van. Nincs nekem ilyen kötöző utcom szerint. Kötszere, vagy valamilyen... Erki? Van disguise. De neki eddig sem volt, már nem volt a börtön. Van álca felszerelésem, hogyha meghal, akkor élőnek álcázom. Okozni tudok. Fájdalom. Nem mondod neked, de jó hencsből egy HP-n. De egy HP, tényleg egy HP-n van, akkor oda megyek hozzá. Azt így el lehet osztani? Aztán. Ó. Egy HP-t kap. Mert nincs kap. És abból fel kell. Oké, persze. Abszolút egy HP-n van, akkor már fel kell, ez a 0 HP-n nem. Mi pont nullára került? Nem, még nullán van. Tehát, hogyha túl vagy, akkor nullára kerülsz. Nincs olyan mínusz 5-ről kell felgyógyítanod magad. Csak akkor van, hogyha dupla, akkor egy sebzősz, mint a HP-t, akkor instant rekt. Nézzük meg, meghalt-e volna, hogyha nem használod. Nem. Duplán már egy HP-val élet van fel. Na épp, hogy köhögcsért. Így van. A lényeg az, hogy a gyógyítszik, és már rosszul van, mindene fáj, ki tudja hány csontja, meg hogyan tört el. Leült közben a por a teremre, csönd van, néhol csak a fáklyáknak, amik ilyen furcsa színben égnek, azoknak hallatszik a lobogása, és ilyen furcsa, néha ilyen pulzáló hangen. Az a sárkány szájában lévő cucc, az pulzál. Hát igen, csak kivenném belőle. Én oda megyek. Én annyit érzek, hogy valószínűleg vérzik a fején több helyen. Oda dobom a zsákot. Tisztább. Feregetlen zsákot neked. Jó, homályos minden. Elkapom. Oda megyek, megpróbálom kiszedni a szájából a jót. Ez csak én hallom, vagy tényleg pulzál valami? Nyugodj meg, csak képzelődsz. Akkor viszont lehet, hogy kicsit ledülök itt. Jól van. Hú, tényleg te is elég szarul vagy. Egy egész HP-n van. Kivenni a szájából a elveszett Isten eszenciáját. Meg itt a sarokban ledülök. Ja, rendben. Oda mész, ahogyan mész egy picikét közelebb, érezhetően elkezd egy picikét a medalionod zizegni. Te pedig fogod magad, hozzáérsz, és dobjál egy wisdom saving-et, kérlek. A leggyengébb tulajdonsága.
Nem? Akkor 10. Oké. Hirtelen, ahogy hozzáérsz, elkezd belőle ilyen különböző füst jellegű dolog kiáramlani, ami mert rá így szinte azon a kezedre megpróbálsz felorítani, rögtön belemázik a torkodba, a füledbe, a szemedbe is, és csak azt látjátok, hogy ott áll, és így folyamatosan megy bele ez a lila cucc, és kicsit elkezd felemelkedni. A kő az ugyanott maradt? Az ugyanott van egyébként. Kicsit elkezd fényesen. Tehát rámarkolt volna, vagy a tenyerébe van már? Így rámarkolt az úgy, ahogy hozzáért. Ez a kő amúgy körülbelül úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, ilyen ekkora. Tehát nem ilyen kis picike kis kavics, hanem azt így rendesen meg kéne fogni. Abszolút. Hát akkor... Megyek felé. Megyek, én is tántorgok oda, hogy... kivenni, mint amikor valakit ráz az ára. Csap meg így. Jó, mert így kettőnök közül van, amikor valakit ráz az ára, most segére csapsz. Hagyj már egy sört, nagyon Amikor odaérek, még akkor is ugyanezt csinálja? Tehát, hogy remeg és minden baja van, és nem tudom. Mi tarkozom ott az füstöt éppen? Hát te ott voltál mögötte, vagy a legvégétől mentem? Hát én innen indultam és megyek. Hát akkor ötöt lépél egy körben. Az osztopot ne lépj be. Okay. Nekem van egy macska ügyességem, úgyhogy én betegyek lépni, az biztos. 5, 6, még nyomjad 7. Te mit csinálsz? Megölám. Próbálom én is kivenni az izét. Követ és azért a földre hajítani, vagy valahogy, hogy megszűnjen ez a konnekció. Dobják kérlek egy bizdom szerint, szóval. Egy jó egyes. A faszomat kapja, nem mondja, hogy ez a kurva élet. Jinx! Szerint túl nem tudok izét, várjál, Tides of Chaos-t. Mert a Celtic Saving-ről is van, volt egy Game of Advantage, Attack Roll, Ability, Saving Throw, szeretnék még egyet. Magic, van egy. Magic lesz. Mondom, kimegyek egy rétre és ellövöm az összes titkát szerepemet. Of Chaos, ez bármire jó. Ez mindenre jó. Ability check-re, attack roll, meg saving throw-ra, úgyhogy... 8 plusz, ez itt 10 szintén. Oké, a lényeg az, hogy nem egyes. Ennek ellenére nincs jól meg. Te is ugyanúgy érzel egy ilyen fájdalmat, ugyanúgy rámarkolsz, és téged is, hogy megpróbálsz így rámenni, egy picikét belemír a fájdalom, és te is tartod, és ugyanúgy elkezd körüljárni téged a füst. És ugyanúgy bele a szádba, és ugyanúgy elkezdesz felemelkedni. A kör végére téged átjár teljesen a füst, és eszméletlenül leeső földre. Csucsukálok. Rohanok, én is megfogom. Persze most szétfolysz. Én is elrontom a vízdomot, akkor meg... Nem baj, majd jár már kiviszi. Te odarohansz, abszolút odarohansz, és amikor így megfogod, akkor így... fölízik egy pillanatra, majd arrébb enged az egész, és... Ez rasszizmus csak azért, mert sárkány. Hát basszátok már meg az egész hely egy kibaszott sárkány templomot, sárkány feliratokkal, sárkány pappal, sárkány faszokkal. Jó, hogy nem az embereket külditek előre. Vagy a cicát, vagy az angyalt. Bocsánat, szóval leengedjük, abszolút. Teljesen family friendly a mai adás. Megnézem papit, hogy jó van erre, csak elájult. Én csak ledöltem, terjelt a székely meg a fiam. Dolgat, így megnézem a... Mind a ketten maradandóan vesztetek egy wisdom ponton. Oh. Maradandóan? Így van, írjátok föl, hogy a következő alvásig? Nem. Ez a következő olyan spellig, ami nem semlegesíti az elvesztett abilitét. Okay. 12-13. Hát az a baj, ez viszont így plusz egyes lesz. Plusz egyes a wisdom. Hát ez geci jó, azt kell, hogy mondjam. Tehát kell olyan jó, hát nekem nem változott semmi, mert 13-ról 12-re lementem. Mennyi? De! Az megszégyenítés! Az változott! Meg vagyok szégyenítés! Wisdom, akkor perception nem sem vagyok, hanem 3. Nem szégyenültem meg, tudom jó, hogy ez a perception-öd az... De az wisdomból megy. Ja, wisdom alapú, jogos, csak arra még... Igen. Az okay, tehát minden változik, ami... Neked csökkennek a wisdomos dolgaid egyen, majd ne felejtsék el átírni a karakterlapodon. Most már meg is történt. De van olyan, de van pár varázslat, az biztos, három. Például a Wish, az biztosan, vagy nem tudom, azt hiszem, hogy nem olyan sima papír restoration spell egyébként. Level 3, azt hiszem.
Ez 5 van 0. Aztán szerintem a Restoration az már másképpen működik. Minden. De valószínűleg meg lehet oldani ez a lényeg. Bölcsebb vagyok, mint az átlag, de ez Epic Fantasy-ről van szó, lehet kapni, meg adni, meg veszíteni, meg minden, ez kétségtelen. Jobb kapni, mint adni. Vagy jobb, hogy van? Ez így van, így van. Hakni, mint japni. Az lényeg, hogy megvan. Nem csak, hogy megvan a cucc, hogy Jámár és az Erki, ez csak így néz. Sőt, a Jámár az igazából nagyon kevésbé tud a világáról. Erki az, aki szintén így rohant, hogy jaj. Tudjából itt a lépcső tetején áll, amikor így ezt az egészet látta, bocsi, akkor Erkit öttel tegyük arrébb, 1-2-3-4-5, egy kör alatt futotta. És ki látja, mi van, kicsikét még oda megy hozzátok, itt pofozgat. Érzitek, hogy a fejetek az így zúg valahogy. Kiesett az a pár másodperc, de teljesen onnantól kezdve ráfogtatok. Hirtelenében egy teljesen más térben találtátok magatokat, ahol számodra nagyon ismerős arc, amit a kútban láttál, számodra ismeretlen, viszonylag sötét színű. Amúgy durvá volt, mint amit a kútban láttál, hatalmas entitást töltötte ki a teret, aminek ilyen lila és sötét lila feketés ilyen gőz jött ki az orrából, a szájából, a szeme is így izzott, ilyen sárkány volt egyértelműen, hatalmas volt, és szinte minden gondolatotokat, minden végtagotokat átjárta a gonoszság és a gyűlölet, és semmi más nem gondoltatok egy pillanaton keresztül, mint hogy ilyen kutyákkal és korcsokkal vagytok együtt, mint ez a Xalir, meg mint ez az Erki és ez a Jámár, és igazából a világot kell dominancia, a világot kell igazsorba hajtanotok, és felhasználnotok azt az erőt, ami úrrá lesz rajtatok, és amikor már éreztétek volna azt, hogy el kell indulnotok valamerre, és igazán beteljesíteni ezt az isteni nagyon komoly akaratot, akkor egyszer csak üresség és csönd és nyugalom és egy kis fájdalom, majd magatokhoz tértek a különböző pofoszkodás és egyéb következtében. Így teljesen ilyen dizik vagytok, így azt tudjátok, hogy mint amikor nagyon intenzíven álmodsz, és akkor egy darabig azt tudod, hogy most ott vagy-e, vagy most mi van, vagy hogy van, kicsit ilyen így is keltek föl. Egyikötöknek sem tartozik hozzá, hogy az élet eszenciájához úgymond a halál, meg ez a káosz, evil dolog, úgyhogy teljesen sokkolva vagytok, és mondjuk köpni neki a káosz azért, de... Káosz? Tides of Chaos. Káosz azért káosz, vagy csak nem? Nem csak a Magic milyen mondja szerintem. Ja jó, oké, de mindegy, az evil az semmiképpen sem. Na, téged egyértelműen megviselt a dolog. Hát, ez a chaotic evil, az akartam mondani, hogy az ami ilyen... Az kell mennem és kis cicás videókat nézni a YouTube-on, jobban legyen. Jó, én elteszem ezt a dolgot. Oké. Nos. A táskába. Oké. Nos, hölgyeim és uraim, szépen magatokhoz tértek, megvagytok. Elteszel a táskádba? A táskádba, vagy abba a cuccidba, abba a zsákba? A zsákba, most már nagyon zsákba. Táskába már alig van hely, mert a zsákba fordítva. Így van. Jó, elteszed oda, megvannak a lootok, nagyjából összeszeditek a dolgokat, találtok amúgy még ezen kívül 35 aranyat. Igen, írom hozzá több ilyen ezt. Buci a kincstárnak. Mi meg a fél holtak. Kábulán. 150 ezüstöt. Mi a rákom volt ez a fekete sárga? És 40 ezüst. Jézusom. Te is lassabbnak érzed magad olyan homályos minden? Jó, majd elosztogatjuk ezeket a pénzeket egyszer majd így. Ha, jó. Mit terveztek csinálni az elkövetkezendő időszakban? Aludni. Pihenni. Nagyon súl. Akárhol, ebben a pillanatban bárhol elalszok. Mondom én ezt bárhol. Ja, már javasolja, hogy menjetek el utána a raktárszobába. Mert azt magunkra tudod zárni, ja már. Persze, rám zárok akkor is, amikor néztük a időt. Csiki-csuki ajtót. Jó. Kifele ki tudunk menni a... szöveggel? Jó. Akkor ott mondom a dolgokat. Jó, raktárszoba talán. Jó. Ja. Slip. És jaj, egy jó nagy alvás kéne. Jó, a sárkány is már alszik amúgy azóta ott azon a kis részen. Nem mellesleg újra a kőszobor. Ja, már...
Végül is, akkor hányadán állunk? Tudom, hogy egy-egy HP-n az megvan, de hogy... Hadd élvezzem ki ezt a pillanatot. Én is hadd. Utána beszélgetünk erre. Holnap reggel. Ja. Kezed rá. Kis szőrös mancs így kinyúl. Kezed rá. És ott hagy téged. Kicsit elvonul a egyik sarokban. Arrébb. Okés. Uraim. Úgy gondolom, hogy a mai alkalommal elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor... Végre szintet lép mindenki. Így van, de még vissza kell jutnotok a városra, hogy megtanuljátok a dolgaitokat. Meg lesz a long rest, egyértelmű, mindenkinek sikerül, max HP-ra kell. Igen, legyen, akit álmárban leszúrt a jámára jegyzőbe. Így van, jámár volt. De valamiért papi ötös szintűként kezdni meg a következő kalandot. Most kell megjönni, az is, hogy jámár, jó, de jó. Mindenki azt fogja hinni, hogy jámár, csak én fogom tudni igazából, hogy nem. Nos. Ő is jámár lesz halott. Így van, jöjjön gyorsan a tapasztalati pontosztás, és utána mehetünk is szépen alukálni. Mert még... Alukárdó. Jutottatok ki az erődből. Na de, megcsináltátok kérem szépen azt az egy rejtvényt. Te írod meg nekem, hogy mennyi X-t. Megöltetek mindenkit az adott területen, és nem mellesleg megszereztétek az isteni eszenciát. Ez egy nagyon jó dolog. Ezt öten véghez vittétek, úgyhogy mindannyian kaptok egyszer 270 tapasztalati pontot. Ezután, miután ez a része megvan a dolgoknak, nagyon szeretném fölírni mindenkinek még extra 20-20 XP-t. Alapvetően általánosságú mindenkire azt látom, hogy vannak egyre jobb mozdulatok, gondolatok, amikkel sikerül így a világba így belemászni, beleélni magatokat, és a karaktereket is erre jobban sikerül hozni, úgyhogy ezért jön a majdnem 10% extra XP. Mondom, két szintlépésünk az volt, így van, de ugye a HP-kat majd kidobjuk következő kalandra, vagy ha akarjátok, akkor most. Oké, okay, dobás, ellendobás, titos Luci! Hello! 10 oldalú a 9-es, ugye próba, ellenpróba, akkor 9 érvényes. Papi, neked mi D8? Aha. Akkor várjál, dobjál te! Mi, hol a D8-on? Ez egyet van. Hanyas dobtál? 4-est. 3, akkor 4. Nagyon jó az a 4. Az átlag, tök jó. Hiszem, hogy ez 6 meg 22 a konstim. Így van. 24 HP. Nagyon jó. Így van, hölgyeim és uraim, a jövő héten folytatódni fog a taverna adása immáron élőben. Nagyon, reméljük, hogy nagyon jól szórakoztatok. Mindenkinek, aki adás közben aranytallért váltott be, donételt, csirt küldött, egyáltalán leült és nézett minket, elmondta a barátainak, hogy ez mennyire jó műsor, és őket is leültette a szék elé. Nem baj, hogy ki kellett őket kötözni, de biztosan nagyon jól érezték magukat. Szóval mindenkinek nagyon nagy hála és köszönet. Találkozunk augusztus 27-én, és hát bőven van még itt a srácoknak mit csinálniuk. Az isteni eszencia még nem került vissza a kiválasztottak városába, ahogyan még egyelőre ők sem. De meglátjuk, hogy mit tartogat nekik. Darrün vagy pedig Tölgyvölgy. Találkozunk majdnem egy hét múlva. Jó pihenést! Sziasztok! Hello! Ciao!